Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Zöld erdőbe jártam, Kasszatibit láttam, Csücsöricset szájával teleöntöttem vodkával. Szabad-e locsolni? Jézus Isten, hallgató. Figyelj, meghirdettük ezt a versenyt, és felnőtt hallgatóink egyébként gyermeki énüket kijelve a harmadik SMS-t küldi tényleg mindenki. De ezt mi gyerekeknek hirdettük. Egyelőre Dani 0-1, hogy van? Szabi 0-2, hogy állunk? Nagyon jól állunk. Ha valaki nem vitte volna el azt a papírt, akkor esetleg beljebb lennék. Megvan Dani 0-1, ő volt a egyik se volt, a tevetökös. Igen. Akkor volt a 0-2-es, ő a Slicces, és a 0-3-as Levi, ő pedig a Bögöly-Dögöly. Mi kértünk olyat a hallgatóinktól, hogy romantikusat mondjanak, szépet mondjanak, hagyományőrzőt mondanak. Van egy 5 éves hallgatónk? Tényleg? Itt van? Roland, hello! Hello! Hello, jaj, de édesem, de cuki vagy. Roli, honnan hívtál minket? Olyan régen útok el, többször nem ittem, és ilyen húzza a vájon, termikofocsmálójában. Bejártam a fél virágot, jártam sok-sok szép virágot, a legszebbre most jártam, hogy öntözzem, a íg váltam. Piaszt a jár, fehér, és jött a jár, sötjár, egy pusi. Oh, édesem! Milyen hosszú nevű vagy. Településen laksz. Igen. Bajba lennék, ha vissza kéne mondanom, de nagyon-nagyon-nagyon helyes kis versike volt. Jól van, ott van az anyukád, vagy az apukád, Roli, valaki? Nem, egyedül vagyok, és apám mobiljáról csörgök. És már nagyon várja, hogy ez finket fogok beszélni. Mondjad, Roland? Debrecen. Debreceni vagy. Debreceni vagy. Aha. Édesem, jól van, fölírtunk Roland 04. Így van. Jó? Hosszú vers az a... Igen, hosszú vers, a tartalmát annyira nem tudjuk, minden esetre nagyon cuki volt. Köszi, Roli! Szia! Köszi! Édesem, csak egy picit idősebb, mint a Benny, hát mennyire cuki. Nem emelt díjas SMS számunkon tudtok szavazni. Igen. Na, gyerekek, a Tóth Gábor nyilatkozott. Benn van Zsuzsánál. A mi Gáborunk? Mi Gáborunk bent volt Zsuzsánál. Mondjuk nem ott vettem Zsuzsa mellett. Én Zsuzsát néztem, de akkor jó. Ott volt Gabi, egy hatalmas forrott kaláccsal a kezében. Az a baj, hogy mindenkit fölfuttatunk, érted? Nehogy elvigyétek úgy, mint a Petit. Mert igen. Ott is az volt, hogy nálunk befutott, lecsapott rá a Peti hajdú. Van a frisbee-be, a Tibi van a Tibi show-ba. Tibi show-ba, most a, meg a Gabi van a Gabi show-ba. Most már nézzen, mindenki tőlünk megy. Kicsit megváltozott. Most a pakmanál mellette, ja. Igen, de hogy Tóth Gábor, ami mi elmentes övezetünk guruja, a puliszka király, ma reggelben volt az egyik kereskedelmi televízióban, és... nyilatkozott kalácsokról, sonkákról, hogy nem tojásokról és tojásfestékekről, csak úgy, ahogy ugye tegnap nálunk erről beszélt. Nem baj, nem, de mi nem vagyunk témaidigyek, meg vendégirigyek, nem? Így van, és ennek örülök, mert a Gábor jókat mondott tegnap is, tojásról, sonkáról, kalácsról, mondja ezt el ott is a Zsuzsának a két domb közé. Igen, elmondta ugyanazt, amit tegnap, hogy milyen kalácsot együnk, és milyen kalácsot ne együnk. Na, egy utolsó vers, jó? Jöhet. Egy utolsó vers, és akkor lezárjuk ezt a dolgot. Pajzán vagy nem pajzán, Júli, mondj valamit. Nem pajzán? Kedves nem. Aranyos? Jó. Meghallgatjuk még ezt, és akkor utána megszavaztatjuk a hallgatóinkat. Helyes volt a kis Roli. Kár, hogy nem értettük a verset, de nagyon... Igen, de hát 5 évesen ez nagyon-nagyon cuki volt. Na mi van, Júli? Júli azt mondja, hogy mégis pajzán, nem adja. Nem, igen, annyira durva, igen. Ez még neki is az. Pedig hát Júli már sok mindent látott. Betelefonált egy hallgató az előbb, átadta a gyereknek a telefont, a gyerek 5 éves volt, és azzal indult az a locsó verse, hogy itt jártam, ott jártam, Orbánt láttam. Hát nyilván tudja, miről van szó. Mi ennyire durva 5 évesen. Halló! Halló! Hello, Bálint! Szia! Bálint, hány éves vagy? 6. A leghülyébb ilyen sztereotíp dolgokat ugye az ember megkérdezni a gyerektől, nem? Hány éves vagy? És várod már a nyűzét. Honnan hívtál minket, Bálin? Tápiószeléről. Innen, de aztán rájött, hogy az nem jó, tápiószele. Ügyes na, vagy. És várod már a nyuszit, hogy jöjjön?
Igen. Mit hoz a nyuszi? Mit hallottál így a hírekből, a szülői hírekből, vagy az elkapott foszlányokból? Mit hallottál, hogy mit hoz a nyuszi? Mi lesz majd az ajándék? Nagy büdös pofont apától. Nem tudom. Nem tudod, de van valami, amit szeretnél egyébként, Bálint? Valami, aminek örülnél? Igen. Na, mondd el nekem, mi az? Ilyen kis csoki nyuszi. Csoki nyuszi, nagyon jó. Boldogok a nyuszik, már hogy a szülők, vagy a nyuszik, hogy igen. Csak ilyen ennyit kérsz. 300 forintból megvagy, Bálint. Az én gyerekem bringát akar, tehát meg kell nevelnem, kezdi magát elkapatni, ha? Nem? Nézd, Bálint Roki nagy példát tegyed. Igen, nem? Egy csoki nyúl, azt megvagyunk. És meg is vagyunk. Lerajzolni igen. Is könnyebb. Bálint, hogy szól a verset? Figyelünk. Tessék? Hogy a verset mondhatod, itt vagyunk. Jó reggelt, friss jó egészséget, kérek a gazdától engedelmességet, de meg csak a gazdától, egész családtól, mert itt van egy róla, elvadni, tessék hát mondani, szabad ellocsolni. Oh, hey! Na ez szép volt! Szép volt! Gyerekek, rálam Bálint behúzza. Igen, a mai reggel első korrekt, tisztességes, szép verse. Nagyon, nagyon. Yeah. Oviba tanultad, vagy otthon a szülőktől, Bálint? Nem, az Oviba. Oviba tanultad? Aztán nem, magam igen. Írtam. De aranyos vagy. Jól van. Ügyi vagy, figyelj, megszavazzák a hallgatóink, de szerintem befutó lehetsz. Minek örülnél tőlünk, Bálint? Nem tudom. Ha többet nem szólalnál meg, Balázs. És mondd meg a kis haverodnak, ha visszajön, ő is már gyöngyörbe. Mit szeretné, Bálint? Ott van anyukád, apukád? Kérdezd meg tőlük, hogy most bármit kérhetnek. Hát itt van anya, de apa meg nincs itthon. Apa hol van? Apa nem tudom, hol van. Anya mondta, csak elfelejtettem. Édesem, de cuki vagy. Azul. Na, hallom, hogy ott közben valamit már anyukád sugdos, hogy mi legyen. Bögre, hát azt mondja bögre, anya. Azt mondja anya. Gyerekek, szerintem odaadhatjuk, nem? Tehát ez eldőlni látszik, sőt, ugye? Az egész csomagot is. Az egész csomagot, jó? Adjuk egy csomagot, és te szerintem is, Bálint, te voltál a legügyesebb. A legügyesebb hosszú voltál. Szép igen. Volt. Igen. Van egy nagyon kis helyes óránk, az neked tetszeni fog szerintem, ez olyan, mint egy konzerves doboz, és megnyitod a konzerves doboznak a tetejét, nem kell teljesen leszedni, és belül óra van. Hm? Mit szólsz? Hát nem is verem az órát. Hát azt inkább húzd le a kocson. Jó. Te kis hülye. Most tényleg ezzel szúrod ki a szemem. Oké, Bálint, küldjük, jó? Ciao. Oké. Okay. Ügyes yeah. Voltál, hello. Én okay. Sem. Annyira cukik, nem? Nagyon. Annyira cukik. És tök jó volt, hogy kezdett lazulni itt a beszélgetésben, mert a verset az hangosan kell mondani. Igen, a végén lelazul. Tegnap előtt Benny félrehívott, és mondta, hogy van egy titka, és mondta, hogy anya nem hallhatja. Jézusom, kérem, mondom, úristen, már gyerek születik. Mondom, pakolt ki a zsebeidet, megint mit hoztál az óvodából, úristen, igen, vagy mi történt a kedvenc kis lánykáddal odament. És elmondott egy verset, amit ő majd elmond az anyukájának. Hát de figyelj, jó. Konkrétan meghatott. Hát persze. Annyira cuki. És nézett rám, hogy na, ez így rendben lesz. Mondtam, hogy oké, okay, Benny, de akkor ez most tudod, hogy innentől kezdve néma csönd, ez a mi titkunk. Senkinek. És tartja magát? Persze, apa, ez a mi titkunk. Kiment kint ott az anya! Az anya! Van egy titkunk apával! Odállt el és eltolta a verset. Mondom, adj egy ötös, mert nagyon nagy vagy. Óriási vagy. Úgyhogy most másikat tanulunk. Aha. És felkészülten vonulunk, amikor majd csapatainkat hadba kell állítani, úgyhogy most kettes számú verset tanulunk. Nem tudom, hogy tudom rávenni, hogy ne mondja el. Mert ugye annyira izgul, hogy aha. Együtt tanulunk valamit, hogy minden egyes tanulási fázist elmond az anyjának is. Hát akkor igen, csak két verset, ha tanítasz, és azt mondod, hogy az egyik az elmondható, a másik akkor azt, nem. Azt mondja. Akkor úgyis azt fog elmondani, amit mondod, hogy ne mondja el. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Vendégünk van itt a stúdióban, és nem tudom, mi az, ami leégeti az arcomat, de balra nézek, és látom, hogy egy rezsót sikerült így robbantani, ami csak azért jó, mert az orrszőröm is kezd meggyulladni. Minden egyben. Igen? Megtudjátok, hogy hogy szenvednek a nők. Miért, te mindig egy rezsóval jársz mindenhova? Hát, majdnem. Vagy már hőhullámaid vannak.
Nincsenek. Zsigorné Kati a vendégünk, aki többek között tojásfestő, jól mondom? Igen, igen. Jó, azért azon tojás, tény, ha bocsánat, azon tény mellett nem menjünk el, hogy Kati dubajozni szokott. Nézd meg, mi van a névjegykártyán. Ott, igen, hát az, ott ebédelt az a Burzsal arabba. Az a Burzsal. Én várj, akkor nem egyforma névjegykártyák, mert nekem egy ne. Matyóhímzéses fal előtt állt dolgász. Mondom, hát mi hogy szoktál dubajozni, hogy egy matyóhímzéses fal előtt állt? Ja, Burzsal arab, persze. Neked is kellett mesztelenül egyébként golflabdákat elkapnod, amit a sejkek rád lövöldöztek? Volt ilyen? Hát azért nem, de a sejkeket kellett tanítanom festeni. Komolyan? Így van. Tényleg? És meg is hívtak, úgyhogy aranyal patkolhatnám kint a tojást. És gyönyörű szállodában. Az milyen, hogy kiviszed a patkolt tojást, amit te ugye fénpatkóval csinálsz, és nézi a sejk, és azt mondja, Katika, nem rossz ez, nem rossz ez. Tudjuk ez egy gyémánt szeggel aranyjal csinálni. Ez így volt, ez tényleg így volt. Hagyjuk a Swarovskit, hintsük be aranyporral, tegyünk rá gyémántot, és tegyünk rá még egy kis fehér arany tetőt. A tojásdíszítés királynője, hát mintha az én névjegykártyám lenne, csak ugye a tojásdíszítés helyett valami más lenne. Tetszik ez a fajta szerénység, ebben közösek vagyunk. Hát így apostrofálod magad? Abszolút nem. Hát azért nem. Hát azért ennyire mondta. Ez nem, hát a média ragasztotta rám. Fábri például a showba az ország nyusziának hívott. Nem rossz. Oh, hát mindig igen. Egy nagy humorista volt ez a Sanyi. De a húsvét nagykövetének is hívnak. Tehát ezek mind azt gondolom csak ilyen. Az, hogy népi iparművész vagyok, az tény és való. Igen, népi iparművész, mennyezetfestő. Igen, a művészetek 8 ágát művelem. Azt a és a lakásom is egy népművészet. Tehát egy népi lakásba élek. Minden magyar családnak ilyen lakást hengerelt kívánok. Mert ez van, nagyon fogadjunk. Gyönyörű. Hengerelt fal van. Nem, azért az nem. Azt nem, hittem. Nem, nem. De viszont a mennyezet ki van festve, gyönyörű rozettásra, tehát a fal ki van pingálva, gyönyörű rizselt terítők, meg a ruhám is látott. Tehát... Azt a mindenit. Igen, nézem, minden. Nagyon, nagyon tehát autentikus. Én ebbe élek a népművészetben, nem csak hirdetem, hanem szeretem, benne vagyok, és élvezem. Na és mit szólsz ez a felborult világhoz, hogy itt már pénzért locsolnak a fiatalok? Hát milyen szörnyű világ ez, ugye? Fúj. Hát ez tényleg az, ez ugye? Tényleg, mert hogy nem ez a húsvét üzenete, hanem az, hogy találkozzunk, nem is az evés, ivás, jól berúgunk, meg. Kicsit ilyen irányba toltuk el az elmúlt 50 évben, tehát nézek Ferire kérdőn. Én nekem igen. Tetszik. De hanem találkozunk. Igen. Tehát ez arról szól, és nem pedig nem akkor kell elutazni se sehova. Jó, de ha magyar emberek találkoznak, akkor csak esznek, isznak valamit, nem? Hát, most hogy nem mondjam, mondasz, hogy a sonka, meg nálad nincs sonka, meg tojás? Van, ugye? De azért közel 300-an meglocsolnak, azért ha mindenkit megkínálok, azért... Közel 300-an locsolnak. Igen, a világ összes tájáról jönnek hozzám locsolkodni. És ez mit jelent? Óránkénti hajmosást, vagy egyszer ebbe egy beleugrasz? Hát most azért vagyunk itt, hogy megtanítsuk a hölgyeket. Hogy locsolják meg őket, illetve a férfiakat. A nőket, hogy engedjék magukat meglocsolni, a férfiakat meg, hogy kell locsolkodni. Na, hogy kell, tessék, ott állok kicsiny feleségem előtt, igen. Fogom gyermekem kezét, aki készült locsolóversenyre, ami egyébként baromi megható, ott állunk kette, hogy locsolják. Hát remélem a műsor végén ott igen. Álltok előttem és meglocsoltok, mert hoztam nektek tojást, úgyhogy azt el nem kapjátok. De ilyenkor péntek, nem locsolunk. Nem locsoltok meg. Hát igen, ez igaz, de ha tojást akarsz, kénytelen vagy pénteken bevágódni nálam és meglocsolni. Aha. Kell valamit mondani? Fel igen. Kell vezetni? Na most a locsolásnak vannak szabályai. Tehát például az, hogy először az időseket illik meglocsolni, 10 percnél tovább nem illik maradni, idegeneket nem illik meglocsolni, de engem igen. Nálunk legidősebb a nagymamám, vagy a dédnagymamám az urnába fönt a polcon. Őt kell. Jó. Jó, nem, hát van egy pici, na, hát szódásüveg van a dédi nálunk a falon. Hát most oda megyek, dédikém, te jó lenne, ha itt lennél. Nem, várjál, szódásüveggel le tudod spriccelni. Igen, ő kérte, igen, hogy legyen ott köztünk. Ott hát kicsit a szódásüveg nem rossz, mert igen. Azért régen úgy volt, hogy leöntözték, lefogták a lányt, és lányokat lefogták, és vödörből is hideg vízzel, és akkor meg is betegett. Nálunk a családi rendezvény legizgalmasabb pillanat, amikor a macska fönt van a polcon, és áll a dédi mellett. Mondod, gyere, de lelocsold a feleséget, de engem se. Gyere le onnan. Tehát szóval a következő, igen? Így van. Tehát idegent nem illik, ott tartottunk, de engem illik. A világ összes tájáról jönnek. Te szereted. Kecskemét megy utca. Jó, ezt be is mondod, hogy ott laksz. Lehet menni locsolni. Lehet, és mindenki kap egy gyönyörű egyedi tojást. Hoztam nektek egy valamit, majd mindjárt megmutatom.
Ünk olyan egyedi van, hogy csak már. Ha hogy látnád az enyémet, figyelj. Fontos. Na, mit hoztál? Ezek közül lehet válogatni, hogy milyen tojást szeretne. De drága, feliratok vannak a tojáson? Vagy, nem, vagy ma egy tojás szimbolizál valami? Pont erről van szó. Tehát, ugye nem melyiket, nem azért majd szakértővel állok szemben. Kicsit meglepődtél, hogy ennyire okos vagyok, ugye? Igen, éreztem, hogy egy elakadt a szabad. Igen, éreztem. Szóval... Vigyázok, hogy te melyiket választanád. Uh-huh. És akkor, tehát a férjemmel nekünk van egyelünk, úgyhogy de mindenki más szeretne. Mi a ti jeletek? Majd mesélj csak. A mi jelünk, az mindjárt mondom egymásba neked, hogy az életünk rendbe menjen. Ó, tehát úgy, ahogy a természet halad, a nappaluk és az éjszakát következnek. Ennek gyönyörű jele van. De például otthon, ha eljössz hozzám, húsvétkor locsolkodni, eljöttök. Kecskemét megy utca, úgy van, ott vagyunk. Akkor, ahogy bejössz a kövön, a járólapon. Így van. Egy hatalmas nagy páva van. Egy páva. Mert minden motivumnak jelentése van. Páva? Hát élő páva, én festettem oda. Jó, festett páva. Egy páva vár minket. Aha. Mert minden motivumnak jelentése van, a könyveim, három könyvem jelent meg. Na, kis promó. Na, de igen, jó, ugye, de jó, ez baj. Nincs már belőle nagyon, úgyhogy nem nagyon promó volt, sajna. Tehát a motivumoknak jelentése van. És a páva elmondják, mit jelent? Soha nem a motivum van a csoda, hanem bennünk. A motivum figyelmeztet bennünket arra, hogy mit szeretnénk elélni az életben. Tehát amilyen jelet kérsz, nekem szülőként a gyermekét védelmező szülő jele, igen, az sajnos tulipán. Ezt ki kell választani. Az tulipán. Ha olyat fogsz, akkor majd szépen írókázni mindjárt. Jó, írókázni? Én majd segítek neked. Írókázni az megvan, ebből a Ferinél holnap már csak rókázás. Ezt ma még írókázunk. Nagyon jó. Amit viszont a férfiak csináltak régen. Látnál engem, én úgy karcolok, könybe lábadna a szemem. Figyelj, olyan vagyok, régen mint... Régen most már csak egyfelé karcol, régen úgy karcolok. Most már azért ugye hát így szép házasság után, de ha karcolok, olyat karcolok, hogy azt még te is megkönnyezed. A locsolkodásnál tartottunk, hogy fogsz engem meglocsolni, a végén hogy fogtok. Tehát van egy kis tálka, egy edény, ami fölé tartjuk a kezünket, a kézfejünket, és arra öntenek egy pár csepp vizet. Tiszta vizet. Tehát úgy locsolkodunk, ahogy őseink tették, és ahogy a virágokat szokás, tiszta vízzel, mert a locsolkodás jelentése az, hogy termékeny legyen a hölgy, fiatal, friss, üdén maradjon. És az csak és mindig csak a kézre, lehet. És tiszta vízre. És pár cseppet. Aha. Így tehát van. Ez a kölnis, impulszdezodoros, megtalálós, 8x4-es előkaparós. Tehát nagyon ez nincs. Szeretem a parfümöt, de ebbe az esetben engem senki úgy nem locsol meg. Na most mi a Velencei tó partján fogjuk tölteni a húsvétot, az korszerű, ha az egész család összes nőtagját belevágom a vízbe. Nekem szimpatikus. És ha örülnek, gyertek akkor... kisieim. Nincs jobb egy 8 fokos éve. Apa megy előre. Apa megy előre. Szép mutattam. Mutattam a víznek varázsereje van. Ez és a lányok beleteszik a piros tojást a fürdővízükbe, hogy szebbek legyenek tőle. Igen, meg ugye azért vidéken is megy a hagyomány, hogy vízzel, vödörből, tűzoltó kocsiból, tűzcsapról, igen. Tehát ez a kölnis dolog, ez egy ilyen elferdült, elkorcsosult nagyon, valami lesz. És nagyon sok nő nem tudja, hogy van más formája is, és ezért is félnek a locsolkodást. Na, mit csinálunk mi most? Tojáspatkolunk? Vagy mivel készültél nekünk? Ez a rezsó lassan tényleg most már a mellszőrömet kezd így kapargatni. Tehát nem baj, ha a 10-es fokozatot 4-esre kapcsoljuk. Ha én kibírom, te is kifogom. Jó, igen, de te hozzá vagy ilyen szokva, neked ez még kicsit tetszik is. Brutto 60 fok körül kezd itt lenni most már a stúdióban, hogy mit csinálunk? Mit csinálunk? Drága Kati, mondj valamit. Fogtok egy ilyen, mi ez szerinted? Ez egy hosszabb fogpiszkálóhoz hasonló, igen, ilyen kis vékony kis... Mi, kis szerzemény. Hát ide hozzánk. Ja. Gyere csak ide. Na most ezt nem használjuk. Az egy ilyen kis kalapácsszerű. Ez egy íróka, és nem használjuk. Fogtatok kalapács. Már tojást? Hogy? Kati, az a kérdés, te fogtál-e, Kati? Az a kérdés, Kati, nem az, hogy mi fogtunk-e. Igen. És? Ne haragudj, hogy se lejtes, tehát Lukas tojást. Csak mondom, Kati kezünkbe adott két... Kis fújhatjuk, ha akarjátok, az nem lesz semmi. Hogy mit csináljunk? Egy kis jó tojásfújás. Hát gyere, Kati, légy a vendégem. Katikám, hát nagyon tetszik, hogy így be vagy indulva. Tudod, Balázs, erre mit mondok neked? Nem tudom, azt gondolom, ma este kimenőt kérek.
Igen. Megjegyeztem a címet, Kecskemét. Meg... Ilyen őszintén ezt még nő nem kérdezte tőlem. Én kifújom a te tojásodat, előtt egy ekkora tűvel felszúrhatom, meg előtte Kati, az most kezdett el igazán érdekelni. Szeretni csak ezt a vonalat. Tegyél be egy 4x4 méteres ketrecbe, és üssél valamivel. Szóval Kati adott nekünk 2 darab tojást, ami már ki van fújva, ez a tojás fehér. És milyen tojás? Szerinted sattok? Szerintem ez lúd. Hát nem. Na. Hát nem, ez kacsa tojás. Kaja, kacsa. Aha. Így van. És akkor a lúdnak van tojás a fej. Van, jó. Igen. Kati elkezdett egy kis lábosba, szerintem szójaszószt. Ezt kávénak szokták mondani. Micsoda? Kávénak. Ja, kávé, bocsánat, jó, hát kicsit japán vonalon utazunk, szóval szójaszószt mártogatni. De ez nem jók így, hanem... És szépen egy egyenes vonalat húz a tojáson. Igen, így van. Aha. Így van. Ez ilyen nagyon-nagyon szép legyen. Feri, úgy fogd, ahogy én, légy szíves. Mi? De már úgy fogom, hogy én akarom a tojáson. Nem, hát én most tanítalak otthon, mindig úgy foghatod, ahogy akarod. De most tanulj tőlem. Figyelj, Feri, úgy fogd, ahogy Kati a rutinnal és figyelj, a szakma szeretetével. Ne fogd neki, amíg nem nézted meg, hogy csinálom, mert eleve rossz, ahogy fogod. Igen. És egyebek. Már ez a maga a festés, már, Kati, amit csinálunk? Így van, nézd, csak látod, itt megtámasztom. Gyönyörűen festesz egyébként. Tényleg? Most annyira remeg a kezem a nevetésre. Az sose baj, Kati, sose baj. Ja, de hidd el, hogy van az, amikor... Balázs, hát nem beszél, hanem beszél, te is vagy legalábbis közben. Te ebbe professzor vagy, hogy beszélsz is. Hát ez. Meg... Igen. Figyelj! És ez sima tojás festék, Kati? Csak segítsünk azoknak, nem, akik... Ez nem, ez méhviasz. Méhviasz. Igen, aha. És ezt lehet méhészboltba kapni. Egy jó méhészbolt. Hát világos, úgy kezdjük. Na most lélegezzél, igen, Ferire ráömlött a tojásfesték. Lélegezzek mélyeket, Kati? Igen, mert te ilyen tantrikus vonalon utazol? Tetszik nekem egyre jobban. Lélegezzél mélyeket. Kíváncsi vagyok, hogy... Ez egészséges a szervezet. Az nagyon. Az egy jó jóga légzés, Kati, ne butass. Hát, hogy fújsz is, akkor... Igen? A másik pedig... Régen, ugye, amikor majd befessük ezt a tojást, most itt veletek nem. Igen, hát egy köz, igen. Otthon ez... esetleg a feleséged befestheti, amit csinálsz, igen? És semmit nem csinál. Semmit, mert annyira mágikus vagy, hogy megígéztél, de én nézlek téged. Letörülik ezt a viaszt, amikor a festésnek vége, és... azt a ruhát elégették, és a fülüket azzal gyógyították. Akkor mivel az elégett hogy? Ruhát betömködöd? Ez a viaszos ruha. És akkor jól tették a jó, de nem viaszgyertje. Pontosan. De jó. És ez hatásos is. Na most pontosan, tehát ez elmúlt fél órában kenem ezt a hart, és semmit. Negyed centit nem semmit. Haladta. Feri konkrétan semmit, én pedig nézlek, de viszont a te kezedben, ami születik, az egyre szebb. Az hát azért nem. Azért ebben nagy rutinod van. Majd mutatok neked szebbet, meg otthon a kiállításomban, abban van szép. Éve, de hányat festesz körülbelül? Mert egymillió forintos tojás is van benne. Oh. Tehát azért a világ 5 legjobbja közé választottak. Ez reméljük nem nálad Kecskemétben a Megy utcában, mert 4-en elindultak felét betörni jelen pillanatban azonnal. Tehát, hogy azért ezt így jó, ha megjegyezünk. Gyerekek, én kész vagyok, megcsináltam, ezt nézd meg, mit csináltam. A Feri rápingálta a tojásra, hogy MS. Ez most igen, vagy MS mester. Igen, és mit kellett volna rápingálni? Mit? Ezt a jelet. A gyermekáldás jelét, illetve... Azt neked kellett volna. Igen. Ez a nap motívuma, tehát itt nagyon van középütt szép. A föld, és körbejárja a földünket a nap. Aha. És amikor elkezdem csinálni a tojást, figyelsz rám, Balázs, hogy feszülten... Nem. Feszülten, de se tudom menni rólad a szemem. Igen. Csak védi a tojásait közben, tudod? Igen. Nehogy semmi, éppen legyen. A nyúltagyam pörkölődik a rezsótól, de ne törődj bele. Én nem mondtam nektek előre, de itt verseny lesz köztetek. Igen? Igen, és úgy látom, hogy Feri harad, úgyhogy a karcolás. Morningsus tojást csináltam. Tehát itt, figyelj, itt van a föld, igen, ide rajzolom, és akkor aha. Ahogy körbe, látod, egy újjá rajzolom az egész világ egyetemet. Persze, ne viccelj, az én tojásomra a tejútrendszer is ráfér, Kati, úgyhogy amit akarsz. De nagyon szép, mi a gyermek motivumot add majd oda nekem, mert én azt hazavinném, hogy én szeretném védeni a kis gyermekemet, úgyhogy az... Melyik a gyerek motivum? A gyerek motivum. Az most nincs, az a Balázsnak kellett volna egy gyerek. Jó. Eljött egy gyerek motivum nélkül. Majd most karcolsz egyet. Karcolsz nekem egyet a hírek alatt? Igen. Jó. Drága hallgatók, nem elfelejteni, hogy gyermekek jelentkezését várjuk. Volt egy csomó, csak Kati temperamentuma és vehemenciája egész egyszerűen lenyűgöző, úgyhogy lehet még jelentkezni gyerekeknek, jó? Elsősorban, hogy hallgassuk egy-két locsoló verset, 555-55-00. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en.
vendégünk van itt a stúdióban, a népi iparművész, a tojás díszítés királynője. Gyerekek, hát ne túlozzunk, olyan csodákat mutat itt nekünk Kati, hogy valami elképesztő. Van nálam egy kölnis üveg, métereset spriccel, mivel ilyen rakoncátlan lezártam egy schlitzel. Aj, te locsoló bajnok! Szörnyűek ezek a versek, nem? Kati, mit szólsz? Hát, nem szörnyűek. Szoktak nekem is mondani pikánsat. Igen? Így van, de hát a szabályban az is benne van, hogy felnőttnek nem szabad verset mondani. Már hogy a felnőtt férfi nem mondhat verset? Pontosan, csak jó kívánságot, a gyerekeknek illik verset mondani. Aha. Persze én azért örülök, ha mondanak nekem verset. Valószínűleg pont ezért van ez a szabály, mert csak ilyen disznóságokat mondunk már mi felnőtt férfiak. Arról beszélgettünk itt a hírek alatt, hogy Dubájban van a tojásfestés világversenye. Hát azért ugye ez egy keresztény ünnep, hát ugye tudjuk, hogy Dubáj azért nem errefelé orientálódik, tehát igen, ezt nem is értem, igen, ezt az árukapcsolást. Igen, nagyon jó a gondolatod, és teljesen igazad van, viszont tudjuk, hogy Dubáj a legek városa, és ott engem azért hívtak meg, mert különleges egyedi tojásokat készített. A világon egyedülállóakat, tehát faragom a tojás, Leonardo utolsó vacsoráját tojásére faragtam. De azért valljuk be, hogy közel 30 technikával dolgozom, és a 29-et így megcsinálom, és egynél remeg a lábam, melyik az? A faragás. Hát, melyik az utolsó vacsorát érve, azt csak a Stadler tudta föltenni, hogy én falra emlékszem. Igen, az nagyon, nagyon szép volt. Őket ez érdekelte. Tehát, ahogy beszéltük, az ember aranyjal patkolni a tojást. Mutattál itt nekem egy Ez öt, mit mondtál erről? Négy technikás tojás. Négy technikás, ami azt jelenti, hogy ugye ki van fújva, úgy van egy, festve van, igen, patkolva van, így van, és a negyediket nem fogom tudni. Karcolva van. És még akkor hat, mert a fújás nem számoljuk, mert a fújás nem számoljuk. Ja, egy jó fújás az. Igen. Ki az, aki egy fújás beleszámol, nem, Kati? A semmi. Tehát ez a hat technikás tojás. Öt. Szép volt, Bali, megint. Mi a csúcs? Hány technikát lehet fölvinni egy tojással? Hát, mivel a közel 30-szal dolgozok, tehát akár ilyet is tudnék csinálni, és tervemben között is szerepel, hogy csinálok egy tehát ez nagyon... Aha. Imádom a kihívásokat. Tehát valahogy az idén olyan megrendeléseim voltak, mert idáig még soha nem, ami egyedi darabok. Uh-huh. Na most képzeld el, hogy oda jön egy vevő, és azt mondja, hogy mondjuk, hogy egy liba tojást készítsek el 120 ezer forint, és rám bízza. Akkor én két napig nem alszom. 120 ezer forintja van rá? Így van, egy liba tojásra. Egy liba tojásra. Na most én két napig akkor nem alszom. És abban a fújás is benne van ebben a pénzben. Ugye? Ide figyelj, Feri, ha érdekel a fújás, itt van, én hoztam mindent hozzá, neki fogsz. Akkor ajánlom neked a torkos csütörtöket a Méta utcában, Feri. Figyelj, a férjed egyébként hogy bírja, hogy így pörögsz? Nézlek téged olyan, pont vagy... Pont az ellenkezőm. Tehát elképesztő, egy diftériás csirke nem pörög ennyire, tényleg. Tehát, ő itt kint ül, és így halálosan nyugodt embernek tűnik. Kösz a hasonlatot, én mihez hasonlítsalak téged? Nagyon durva. Akarod? Egész évben így pörögsz, vagy csak a húsvéthoz ennyire lázban? Ha érdekel valami, igen. Akkor ugye nem aludni hívtatok meg. Nem, ez a fajta energia, ez elképesztő. Igen, egyébként a nagyjaink között is nagy tojásevők voltak. Képzeld el, hogy Bismarck, ő például ilyen faragott kanálkával kanalazta ki a tojást. Napóleon is akkor... Jó, hát neki tudjuk már, mi volt a baja. Handel. De a legnagyobb ki volt? Ki volt? A legnagyobb. Kasszanova. Ja, tényleg, ő nyert tojásnél most minden. Így van, fűtojást evett, és tucat szám, a férfi erőnövelésére. És ne felejtsük, ne felejtkezz, mert Rocky Balboáról, aki minden reggel úgy indult, hogy feltört egy tojást. Miről kéne, hogy szóljon a húsvét szerinted? Vagy miről szól a legtöbb embernél, és ahelyett miről kéne, hogy szóljon? Szerintem, most hagyj ne soroljuk fel, hogy miről, a negatív dolgokat, inkább az, hogy miről kellene. Tehát arról kellene szólni, hogy otthon maradjunk, tehát a nők várják a locsolkodókat, a férfiak menjenek el locsolkodni, és örömteli legyen a találkozás. A nők vegyék fel a legszebb ruhájukat, és várják a locsolkodókat. Én ilyenkor mindig rokfortos pogácsát sütök, és azzal kínálom meg. Ott előttük írókázom ezeket a tojásokat, ami egyedi darabok, és a kívánsága szerint, ahogy őseink tették, és vízzel locsolnak ez meg. Ez régen úgy volt, hogy én kértem, hogy milyen tojást kérek? Igen, lehetett mondani, és az író rögtön tudta. Csak a mostani férfiak ezt nem tudják, és ezért én egy nagy listát adok nekik, és onnan választhatnak, amit szeretnek, hogy jó vezetők akarnak lenni, vagy imádnák, hogyha a feleségük hűséges lenne. Vagy... Miért nézel így rám, Kati? Hát, és így rám mutat, tudod. Mi a bajod, és a feleségük hűséges lenne, és így rám nézed, és rám mutat, tudsz valamit, Kati? Mit tudsz?
Tudsz valamit? Én már akartam szólni. Beszéljük meg, hogy nem most, ne rosd el a húsvétot, mert vannak terveink, mondd el kedden, csörög rám, mondd el kedden. Na, mindjárt folytatjuk, csak közben van egy hallgatónk. Dani, hello, jó reggelt! Sziasztok! Danikám, az első játékos vagy, ugye gyerekeknek versmondó, locsolkodó versmondó versenyt hirdettünk, egészen fél tízig, aki a leghelyesebbet, legaranyosabbat mondja, megszavazzák a hallgatók. Tehát Dani, írjuk föl, Dani 01. Igen, jó? Dani 01. Mert jönnek majd az SMS-ek fél tízkor, hogy Dani 8, Peti 2, el kell döntenünk, hogy kinehez melyik vers tartozott. Oké, Danikám, készültél erre? Igen. Ez egy saját költemény, vagy egy régi vers, vagy apát tanított valamit, mert ő akarja az ajándékcsomagot? Hát igazából úgy mesélték nekem. Aha. Mesélték neked? Pajzán egy kicsit egyébként? Tessék? Pajzán? Olyan kis... Hát... Kicsit humoros. Humoros? Aha. Na, Danikám, van már valaki, akit szeretnél meglocsolni? Egy csaj? Igen. Igen? Ki ő? Hogy hívják? Letti. Betty? Letti. 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 Mint letenye, mint Letti, vagy Letti? Mint csak, mint letenye lehet. Tehát Kovács Letti. Jó. Képzeld el, hogy ott áll előtted Letti. Oké? Okay? Megvan? Igen. Helyes csaj? Igen. Gyönyörű, hogy ellágyult, de cuki vagy. Na, mit mondanál neki? Hogy szól a vers? Sivatagban megy a teve, tele van a tőke veled, meglocsolhatnak-e vele? Nagyon szép, nagyon jó. Dani 01-el beírjuk. Hát, hová tart ez a világ, ugye, Kati? Bizony. Ugye? Danikám, köszi! Ciao, puszilunk, hello! Azt írom hívó szónak, hogy tök, tevetök. 12 éves, én vártam tőle egy ilyen, itt jártam, ott jártam, gyere babám, milyen szép vagy, hajlócsőrök, meg elé a sivatagban járt a teve, tele van a tök, nagyon szép. Mondjuk el a lányoknak, hogy a tojással jósolni is lehet. Igen? Így van. Fessenek egy szép tojást, tegyék a küszöbre, és megtudhatják, hogy milyen lesz a jövendőjük foglalkozása, mi lesz. De honnan tudod azt onnan, meg? Hogy aki legelőször belép azon a tojáson át, és amilyen a foglalkozása, olyan lesz a szerelmük foglalkozása is. Tehát lányok tegyék le, vagy még el nem kelt asszonykák a küszöbre? Lányok. 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 Aha. És aki először átlép. Igen, és amilyen a foglalkozása, olyan lesz a szerelmük foglalkozása is. De szép hagyomány. Igen. És ez be szokott jönni? Hát én még nem próbáltam. Hát én 40 éve van egy szerelmem. Na de előtte nem tettél küszöbre tojást? Előtte nem tudtam én ezt a dolgot. De ez egy nagyon szép dolog. Igen, tehát én öregen tanultam ezt meg. Tehát 40 éves voltam, amikor is elkezdtem én ezt csinálni. És hát azóta. Mit gondoltok, hogy mi volt a leges, legmeglepőbb ajándék a világban? Tojás ajándék. Tehát egy Rómába, az 1960-as években egy pasi egy hatalmas tojást kapott, és benne volt élete szerelme egy manöken. A tojásban? Bizony, ahogy feltörte, és rögtön el is vette feleségül, de hát csak egy évig tartott a frit. Hát akkor ez egy mikromanöken volt. De megjött a nő egy tojásba? Vagy egy akkora tojás, amiben belefért a nő? Aha, amit Erika Elenyák a tortából. Erika Elenyák az úszó erődben, hát ott a 60-as években még tortából bukkant elő a nő. Na jól van. Akkor van még karcoljunk. Igen? Jó, karcolj közbe, Kati, karcoljál, dolgozzál. De nem, te is fogsz most. Nincs kihúzás. De szeretem, hogy ilyen kis erőszakos vagy te. Összevagdossa magát. De szeretlek, hogy ilyen kis temperamentumos vagy. De közben van még egy hallgatónk. Szabi, aki 11 éves. Hello, Szabi. Sziasztok. Ó, Szabikám, hát valami nagyon szépet várunk tőled. Te akartál nevezni a versenyre, vagy apukád, vagy anyukád? Én. Te, nagyon helyes. Van már leányzó? Hát még nincsen. Még nincsen. Persze. Hány éves vagy, Szabikám? 11. Na, nézzük akkor. Szabi 02, írd föl, légy szíves. Jó, Szabi 02. Hallgatunk. Van nálam egy méteres spriccel, mivel ilyen rakoncátlan lezártam egy sítszel. Ezt mondta a Feri az előbb. Jó, nem baj, szerettük. Elfogadjuk. Beírtuk, Szabi 02. Oké. Köszi, Szabikám, ciao. Minden gyerek pajzán locsoló versenyre? Hogy van ez, Kati? Biztosatok őket. Tessék? Biztosatok. Nem mondtunk semmit. De mi azt mondtuk, hogy mondhat bármit? Vagy pajzán mondtunk? Hát azt mondtad, hogy mindent, ami belefér és közleges és egyebek. Figyeltelek. Na akkor mit mondjak? Akkor szép, hát, hagyományőrző. Most szeretnénk már egy olyat is. De egy hagyományőrző. Te tudsz verset? Egyébként nőként. De egyet mondják, egy szépet. Na. Nem, Mária, ez a zöld erdő. Épp az előbb nyúsz, várj, erre szavak titokba, azt mesélte, hogy a házba piros.
Tényleg nem, nekem kell mondani. Egyébként ez igaz? Miért adtál a kezembe egy ilyen schnitzert? Hát ezzel fogunk karcolni. Ja, ezzel fogunk karcolni. Karcolgassatok, persze, nyugodtan. Mert már te a viaszolással letudtad a dolgokat. Egyrészt, másrészt meg én leszek az, aki fölítatja a vért, nézd meg. Figyelek, hogy Katja, nem tudok nem rád figyelni. Így fogod. Igen. És akkor itt szépen. Itt nem úgy van, hogy csak karcolgat. És az a lényeg, hogy ne szorítsd. Nem szorítom. Melyiket? A tojást vagy a karcolót? Én már a B betűnél tartok, mert nyilván a saját monogramomat karcolom. Ez B. És utána ezt valamiben megszínezzük, és akkor a karcolásnál... Van a szín rajta. Nem, most a színt szeded le a karcolással. Úgy van, pontosan. Hát még azért ebben van hova fejlődnöm. Ez ja, jó, hát igen, Kati, jó, hát ott van azért egy finom előny. Add már ide ezért a schnitzer. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Én manipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezem. Lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Itt vagyok. Emberek milliói rettennek ilyenkor, amikor olyan szigál. Úristen, végre a fény a vezérlő csillag, mehetünk. Itt vagyok. Gyerekek, itt vagyok. Hello, Gábor, jó reggel. Jó reggel, szervusztok. Hello. Hello. Örülök, hogy itt lehetek újra, bár Jani helye üres, ahogy látom, de biztos egészségesen táplálkozik most is. Abba biztos lehet. Mr. Tofu nem eszik semmi olyat, ami egészségtelen lenne. Hát nem, így 8:30 körül már 4 krémes lenvahanyara. 6 tűfel, 4 Eszterházi, és 3 ludlából ezt le is folytotta. Viszont jó minőséget vár. Az biztos. Mindig. Az biztos, gyerekek. Igen, én is átnézek, ott a kis bőrfotele, nincsen sehol, a kis keki pulcsiában. Én megsimogatom, arra megyek. Igen. Egyébként ilyenkor megélitek a hiányérzetet? Rohadtul nem. Hiányzik. 6 éve lennél valakivel összezárva, Gábor, annyira nem hiányozna, de hidd el, hogyha én se vagyok, úgy örülnek, és annyira cincognak, és annyira élvezik, hogy nem vagyok ide, a Feri nincs, akkor meg a Janival őrjöngünk. Tehát nem szoktunk egymásnak hiányozni. Nem? Így egy 2 hetet kibírunk valahogy. Igen, nehéz, nehéz, a 2 hét végén picit már eszedbe jut, de így csak, hogy Jani 1 hétre ment, alig várjuk, hogy ne jöjjön vissza. Abszolút, nagyon jó, hogy nincs, abból a szempontból, hogy ő is pihen, ő se lát minket, de hogy így valahogy vasárnap este se érezzük az ingert, hogy nagyon rácsörögjünk egymásra, de ez pont jó. Hárman tök mások vagyunk, 2 tényleg én kiszámoltam, hogy többet vagyok együtt, mint az anyámmal, az apámmal, igen, a tesómmal. Kicsit megborzongunk egyébként vasárnap este, hogy végre jövünk a többieket, de nincs az a nagy hiány. Teljesen megértem. Egyébként hallgattam a műsor korábbi részeit is, és nagyon felkeltette a figyelmet ez a bizonyos szemüveg. Mi is volt ennek a neve? Google Glass. Ha a forgalomban lesz egyszer. Eszembe jutott így menet közben, hogy mi lenne, hogyha evés közben kivetíteni ez a szemüveg, mondjuk az étel összetételét. Esetleg, hogy milyen anyagokat tartalmaz, aminósav összetétel, szénhidrát tartalom, kalóriatartalom. Szerintem ennek nem biztos, hogy mindenki örülne, de sokat jelenteni. Most képzeld el, hogy van ilyen kütyű. Amikor itt volt a mi jövőkutatónk, ugye, akkor mondott valami hasonlót, és elmondta, hogy nem sokára bolti forgalomban kapható egy olyan kütyű, amit megnyomsz, és kivetít egy fényt valamilyen spektrumban, rá tudod vetíteni magára az ételre, ez olyan lesz, mint egy riasztó gombja, és a fény az kielemzi neked az ételt, 1-2 évemből bolti forgalomban, megmondja, hogy mennyi kalória, mennyi cukor, jó-e az a te vércsoportodnak, vagy nem jó, eheted, vagy nem eheted, ajánlja vagy nem ajánlja, és egy teljes leírást ad egy bizonyos ételről. Hát ez fantasztikus. Egy szín spektrum alapján, amivel ő beméri az ételt. Az a kérdés, hogy ki fogja beállítani ezt a gépet, ki fogja bekalibrálni, hogy mi egészséges és mi. Gábor, te! Én? Nem, az a kérdés, nem ki biztos, fogja megvenni. Mindenki. Hogy én nem, az biztos. Igen. De hogy milyen érdekes, hogy ez is létezik egyébként. Igen, a technika.
Na, húsvét, hát gondolom nagyon várod, mert hülyére zabálod majd magad, nem? Tehát ismerve téged, akkora lakomát csaptok, hogy... Bevásároltam a gabona sonkából, és egy pár szeletkét már ma reggel bemelegítésként elfogyasztottam. De ezt majd az anyag végén, majd a beszélgetés végén elárulom, hogy hogyan és miként végeztem ezt a műveletet. És hoztál nekünk is belőle. Egy kis mintát várom. Hoztam. Viki, nincs egy kés valahol. Tényleg majd megkóstoljuk. Gabona sonkát reggeliztél? Igen. Na majd ezt a végén elmondod, hogy mivel, azért ezt gondolom valamivel turbosítottad. Igen, igen, muszáj volt. Na, mivel kezdjük, ugye arra kértelek téged, hogy készüljünk föl kicsit a húsvétból. Ennek egy részéről mi már nyilván beszéltünk adásban, többek között például, amikor a felvágottakat, a sonkákat, a szalámikat elemeztük, de azért itt vannak nagy témakörök, amiről szerintem érdemes beszélni, hiszen közeledik a húsvét. Ugye mindenki 3-4 dolgot vásárol, sonkát, tojást, kalácsot. Hát ez a három ugye az átlag. Ez a három az átlag. Minél mire kell figyelni, minél milyen veszélyek vannak, hol próbálják és hogyan átverni a fogyasztót. Van miről beszélni. Kezdjük mondjuk a tojással, jó? Jó. Talán attól félnek legkevésbé az emberek. Közben van egy-két érdekes dolog, amit erről is érdemes tudni. Igen, igen. Mindenek előtt azért el kell mondjam nektek, Balázs, hogy ilyenkor az ünnepek idején sokkal több az emésztési probléma. Nyilván az ember, amikor az ünnep közeledik, akkor nem annyira veszi figyelembe azt, hogy most ezek minden szempontból egészséges élelmiszerek legyenek, bár szerintem fontos volna azért ilyenkor is egy picit figyelni rá, azonban sokkal többen fordulnak ilyenkor orvoshoz. De ez nem az egész, ez a túlzabálás, hadd fogalmazzam meg igen, így röviden, nem? De tehát, sokat eszünk. Részben a túl sok evés, túl nagy mennyiségű evés, részben pedig, hogyha mondjuk a sonkához tojást eszel, ez a kettő együtt emésztési szempontból nem teljesen passzol. Sajnos azt kell mondjam, mert két különböző fehérje kerül a gyomorba. De hogyha a tojásról szabad egy pár szót szólni, ugye a tojásokon láttok bélyegzést, számokat, elég sok számot lehet látni, minden egyes tojáson van bélyegzés, és a legelső számot kell megnézni, a bal oldali legelső számot, ez nullától ez a tojásdobozán, vagy a tojásokon, mindegyik tojáson kötelező szerűen? Ez főszabályként minden egyes tojáson van, és szerencsésnek tartanám, hogyha amikor tojást vásárol valaki, akkor fölnyitná, és megnézné, hogy hányas szám a legelső számjegy. Hogyha ez nullás, akkor bio, nagyon keveset fogtok ilyet találni az üzletben. Ha egyes számjeggyel kezdődik ez a bizonyos számsor, akkor szabadtartású, tehát ez egy egészségesebb tojás. Ha kettes számjeggyel kezdődik, akkor mély almos, ami azt jelenti, hogy csarnokban csarnokos tartás, tehát nem ketreces ez a lényeg. És ha hármas tekintjük a legkedvezőtlenebbnek, legrosszabbnak egészségi szempontból, illetve a tartási szempontból, ez nem igazán védi a tojókat olyan mértékben, a ketreces tartás a hármas. Szerencsésnek tartom, ha 0-1 vagy 2-es. 0-1-es vagy 2-es az a számjegy, amivel kezdődik, és a hármas. Nyilván a hármas van a forgalomban a legnagyobb mennyiségben és mértékben, ezek a legolcsóbb akciós tojások. Tehát ott úgy tartották a csirkét, azzal letették, antibiotikumot nyomtak neki, nem? Tehát gondolom nem ezért biztos, nem fontos. Nem biztos, de a tartási körülmények a legkedvezőtlenebbek, bár 2012-től megszigorították, tehát most már ne úgy képzeljétek el a ketreces tartást, hogy egymáson van 8 ketrec, és egy A4-es rajzlap nagyságú felületen mozog egyetlen tojó, hanem ennél nagyobb a tér, ami rendelkezésükre áll. De azért de nem egy stadion. A ketrec az ketrec, igen, és gondoljátok meg, hogy ilyen drótketrecen... Azért megkérdezném őket is, hogy érzik magukat, nem? Most, biztos, hogy itt a szabadság. Nem biztos, hogy nem kapírjálok, és igen, tehát nincs lehetőségük ilyesmire. A tojásnál ez egyik fontos dolog. A második a szalmonella kérdés. Nem minden tojás szalmonella mentesített. Fontos, hogy mielőtt hűtőbe tesszük, nem mossuk a tojást, mert ugye mosáskor, amikor víz éri a tojást, és nem tudjuk teljesen leszállítani, akkor áteresztőbbé válik a tojásnak a héja, és átengedheti tároláskor a szalmonellát, ha van rajta. Tehát hűtőbetétel előtt nem mossuk, viszont felhasználás előtt mossuk a tojást. Erős vízsugárral mossuk, és ha lehet, akkor nem olyan helyen mossuk, ahol étellel, tehát ahol éppen a mosogatónál, hanem egy más helyen tehát mosogatóján. Tehát lehet, hogy átmegyünk a szomszédhoz is, mert mosok nála. Világos. Hát mondjuk inkább a fürdőszobában javasolom a tojás mosását, és egyszer használatos papírtörlővel töröljük meg, ugye, és így használjuk. Nem tesszük a konyhakredencre. Ezt csinálja azért meg. Ott ül veled szembe. És a keresztfertőzésnek nevezzük, amikor
Ha mondjuk salátát készítesz a tojásos étel mellé, akkor a saláta fertőződhet a tojás híján levő dolgokkal, magyarul a higiéniára. Mondjuk ezt csak a Janiról tudom elképzelni, de ő róla úgy viszont úgy, hogy ő még ki is vasalja azt a zsebkendőt, amivel aztán megtördi a tojást. Hát nem, van nem? Egy alapréteg dörzsi szivacsal, utána jön az egyszer használatos zsepi, és utána azt leszárítom. És utána előtte kivasalja a konyharuhát, amivel a végén áttörli a tojást. Na, ez így jó, nem? Úgy érzem, ezt a kérdést egy picit most elvicceltétek, pedig komoly kérdésről van azért szó a maga nemében. Summa summarum, mondjuk a szivacsot nem javaslom törlésre, mert azt utána ki kéne dobni, vagy kifertőtleníteni. A lényeg, hogy óvatosan, gondosan bánunk vele. És a tojásfestésnél használatos tojásfestékek, sajnos azt kell mondjam, hogy szintetikus festékek. Na jó, de senki nem eszi meg, nem? Vagy hát ahhoz már nagyon részeknek kell lenni. Rákerülhet a tojásra, tehát itt arra kell figyelni, hogy aki tojást fest, ott a festékanyag lehetőség szerint minél kisebb mennyiségbe kerüljön az elfogyasztandó belső részre. Én azért már gyermekkoromban fogyasztottam olyan tojást, amit megfestett a helyének a festékanyaga. Minden szóval ez allergi... Gábor. Nem is lettél teljesen épp. Felnőtt korodra, Gábor, azért. Mármint legalábbis a reggelidet halva, azért ott az a tojásos élettel festék kicsit bevert neked ott 8 évesen. Hát nézzétek, itt van a kezemben egy tojásfesték, és van rajta, van benne E127-es és E102-es. És ez a tojásfesték egyébként átmegy a héjon? Tehát érdemes olyan tojást festeni, amit utána mondjuk nem eszünk meg, vagy úgy hámozzuk, vagy úgy festjük, hogy ne legyen a tojás belseje festékes. Főszabályként inkább, amikor elfogyasztjuk, a kezünkről megy rá a tojásra. Igazából ez nem nagyon diffundál, nem nagyon megy át a tojáshéjon, de hát én nem beszélek le senkit a tojásfestésről, csak arra kell vigyázni, hogy minél kevesebb menjen rá a tojásra, mert ezek idegrendszeri problémákat okozhatnak arra hajlamos egyéneknél, gyerekeknél, idősebbeknél. Tehát vigyázunk azért vele, mert örülünk az ünnepeknek, de figyelünk az egészségre is. Ezek a festékek itt vannak azért a közelünkben. Fontos, amit mond, azért ezt egy kicsit meghallgatom, nem, és már úgy túl lennék a húsvéton, és elkezdem szorongani. De fontos, amit mondasz, tehát egyes tojás nagyon jó, kettes kevésbé, hármas a legrosszabb, ez például egy nagyon hasznos dolog, mindenki figyelje a tojásnak a rajtszámait, sorszámait. Nullás meg a bió. A nullás a bió, hát ez azért ritkábban van, meg nyilván az árban is jelentkezik, de szerintem ezt például kevesebben tudták, hogy a tojásnál te meg tud nézni, hogy tartották a csirkét. Ez egy jó dolog. És egy csak csendesen dolog. Mondom a tojásfestőknek, hogy ha a népi hagyományt elővesszük, és például vöröshagyma héjával festünk tojást, akkor attól meg semmi bajunk nem lesz, mert a régiek okosok voltak. Hát igen, voltak. Vannak természetes megoldások. Jó, hagyjuk már a vöröshagymát. Veszel egy hagymát, belerakod, vagy lila hagymát a vízbe, tojás. Jó, azért nem teljesen életszerű. Tehát értem, hogy mit mondasz, de azért a házony, aki egy háziasszony, aki egyébként gyereket nevel közben, csinálja a sonkát közben, feldíszíti barkával a lakást közben, még ő vöröshagyma festéket csináljon. Nem kell. Én értem, festéket. De hogy azért nem életszerű. De tehát a legtöbb ember megveszi a tojás festéket, és úgy csinálja. De ugyanannyi, hogy vesz egy vöröshagymát, mert azzal sincs több meló. Tudom, 6 perc. Nem, az csak 4. Mint a rakott grumbi, 6 perc, igen. Jó, kalács a második, még beszéljünk erről a hírek előtt, és aztán a sonkát, a legnagyobb részt azt hagyjuk utoljára. Jó? Rendben. Van-e ott valami veszély, vagy veszélyforrás? A kalácsoknál a veszély hasonló, mint a fehér kenyérnél, csak még nagyobb. Ami azt jelenti, hogy túl sok az adalékanyag, túl sok a lisztfehérítő, és ugye a kovász helyett kovász aroma kerül gyakran a kalácsba. Nyilván itt azokra a kalácsokra gondolok, amit az üzletekben lehet kapni. Nagyon szépen kérek mindenkit, aki csak teheti, hogy otthon készítsen kalácsot, és mazsolás kalács, igazi házi foszlós kalács, ezek rendkívül ízletesek lehetnek. Tehát ha lehet, akkor ezeket ne üzletekbe vegyük, mert ennek van egy olyan házi hagyománya és ízvilága, ami miatt sokkal jobban esik a házi kalács. Érdekes, hogy előfordulhat, hogy egyes ravaszabb gyártók bevonják a felületét fényezővel, tehát ezek nem vegyszerek, vagy nem mérgek, de vannak olyan felületaktív, olyan fényező anyagok az adalékanyag iparban is, amelyek kifejezetten magas fényű kalácsokat eredményeznek. Ez elvileg ez tojássárga, tojásfehérje kéne, hogy legyen, nem? Elvileg tojásból származó fényezőket is használnak, tehát lényegében én azt gondolom, hogy ezzel ez megoldható, nem olyan magas pluszköltség, de ott vannak az emulgiátorok, a lisztfehérítők, a karamell, a vaníliaaroma, a glutén túladagolás, a szójafehérje, a cukor, a tejpor, tehát minden olyan dolog, amit el lehetne kerülni, és így sokkal könnyebben emészthetőek volnának a kalácsok. És erre vonatkozólag én már is ráfűznék, hogy igen, holnap... A 4 perces kalács? Nem, 4 perces, az 3 óra, mert kelni kell hagyni 2-szer is a kalácsot, de aki így Gábor és Balázs van ebben az elmentesben, az holnap húsvéti kalács receptet is fog majd találni a húsvéti recepti gyűjteményben. Igen, holnap kalácsot az lesz. Az király. Hát te nem sütsz, mert nyilván nem tudod se, hogy a sütőt hol van a konyhában. Micsoda, a legnagyobb kalácsütő. A legnagyobb kalácsütő. Holnap meg lesz, és tök elmentes nincs. Én például még azt is mondom már, hogy a szárított élesztőt se fel
feltétlenül használjuk, arra egy mondatot reagálhatsz is, mert lehet kapni frisset, még a te kis, kis közértedben is ott van a vaj mellett. Persze, egy hogy sárga friss élesztőt a kalácsot, nem gondolod, hogy szárított élesztőt teszek bele? Hát. Mi a különbség a kettő között? A sütő élesztő között ugye az instant élesztőhöz tesznek néhány adalékanyagot, hogy ne tapadjon össze. Nagyon nagy különbség azért nincs, de ténylegesen jobb a normál pékélesztő, csak nem olyan tartós. Úgy érzem, azért egy picit kihúztam a gyufát nálatok, amikor itt a műsor előtt beszéltük, hogy ha a kalácshoz lehetne egy 2-3% zappehelylisztet, és egy pici köles lisztet, hajdina lisztet. Figyelj, tenni. Gábor, élni akarunk egyszer, egy kicsit, csak egyszer, úgy négy kérlek. Napot adjál nekünk. 2-3%-ban javasolnám. Hagyjál minket élni a puliszkával. Meg a zappehelyel, meg a kölessel, meg a hajdinával. Otthon fogja lábbal dagasztani ez a gyönyörű gyerek a kalácsot azért, hogy elmenteset adjon a családjára. Ha kell, meggyúrom makkal. Nekem mindegy, csak hadd élvezzem. Ugye igaz, hogy mi találtuk együtt ki ezt a rovatot, meg én nagyon tolom, meg legyen szó erről, de négy napig hadd érezzük jól magunkat. Utána majd kicsit szomorúvá tettetek. Eszünk újra fényt, meg diétázunk, csak ebben a négy napban hadd ne tegyünk köles lisztet hajdinával a kalácsba. Egyébként csak mondom, hogy saját kalácskészítőgép van, meg kenyérkészítő, beöntöz mindenféle összetevőt, keveri neked, jelez, csipog, és ott meg kell a kis kalács. Hoppá! Akkor viszont hoppá. A mazsola mellett, ez fantasztikus, egy pici asszalt áfonyát, ha tennétek bele. Hát figyelj, asszalt áfonya nélkül nálam nem húsvét a húsvét, Gábor. Tehát, hogy kikérem magamnak, hogy te ezzel meggyarúsítasz, hogy asszalt áfonya. Egy hete a kocsi feljárója föl van szorva asszalt áfonyában. Micsoda, a kertben ott vannak a fürtök. Egy picit szink és rész kerül ilyenkor bele, tehát az a nyomelemeket növeljük így. De megértem a gondolatsort. Egy pici asszalványt azért tennék be. Egy pici asszalványt. Jó, oké. Okay. A sonka még maradt, ugye ez a legfontosabb. Hát ez is nyilván pénztárca függő, ki tudja megvenni a kicsit drágábbat, ami nyilván jobb minőségű. Sajnos az ember nem mindig az alapján dönt, hogy mi a jobb, mi a rosszabb, hanem hogy mennyi pénze van. Ez sajnos igaz ugye a magyar háztartásokra is, vagy leginkább a magyar háztartásokra is. Mi azért megpróbáljuk mégis ebben a nagy sonka káoszban kicsit eligazítani a hallgatót, hogy mégis ha az olcsóbbat veszi, ott mire próbáljon figyelni, hogy verik át a fogyasztót, hogy vizezik a sonkát. Erről beszélgetünk mindjárt. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. És folytatjuk Gáborral az elmentes övezetet. Ugye beszéltünk a kalácsokról, beszéltünk a tojásról. Mindenki készülhet a húsvétra, valamint ugye a tojás festékekről, és akkor a legnagyobb témakör még hátra van a sonka. Ugye hát itt is ugye riogatják az embert, hogy milyen átvágások, meg hát a drágább az nyilván jobb, meg jó minőségű, mégis sokan vagy ugye sajnos talán egyre többen nem biztos, hogy a drágább felé tudnak elmozdulni és a minőség felé. Honnan tudjuk, hogy mi a hamisítvány, hogy próbálnak minket átvágni, mire kell figyelni, ha az ember sonkát vesz? Nagyon fontos ez a kérdés. Alapvetően a sonka víztartalma a kulcs. Megjelentek ugye ezek a bizonyos hamisított sonkák, de ez a hamisítás szó ez nem mindig célvezető, mert sok esetben legális, csak gyors gyártásról van szó, ami azt jelenti, hogy mikrotűvel, vagy mikrotűsorral, vagy injekciós tűvel megszúrva be lehet injektálni a húsba bizonyos körülmények között, vagy akár a főtt húsba, vagy nyers húsba is, olyan aromákat, olyan páclevet, olyan sós páclevet, amely utána bejárja a hús belső szöveteit, és egy viszonylag jó ízt ad neki, hogyha ezt okosan, ügyesen, előre tervezett módon csinálják, persze idézőjelben mondom mindezt, akkor nagyon hasonló lesz az íze, mint az igazi sonkának. Ez hogy néz ki, hogy jön a sonka futószalagon, átmegy egy olyan tűpárna alatt, ami van, mit tudom, 50 tű, megszúrják, és azt utána belerakják egy lébe, ott magába szívja ezt az álfolyadékot, és az lesz utána az íz? Lényegében erről van szó, de úgy tudom, tehát én soha nem láttam még ilyen tűpárna sort, vagy tűsort üzemben. Tehát nem valószínű, hogy ez ennyire gépesítve működik, ez inkább egyedileg kisüzemi, vagy olyan technológiákban. Tehát nagyon nagy cégek nem csinálják ezt, én úgy gondolom, mert veszélyes ezt csinálni. Ugyanis a húsnak, a sonkának a tartóságát befolyásolja. A vizes sonka az sokkal kevesebb ideig áll el, könnyebben fertőződik, nyálkásodik, megtámadják a baktériumok, ételfertőzést, mérgezést okozhat. Ugye a víz az nem való a sonkába, ezért a normál technológiát alkalmazzák. Hozzá kell tennem, Balázs, hogy ugye a sonka, tehát a füstölt sonka előállítása az több hónapos munka. Rendkívül hosszú, körülményes és komoly szakértelmet igénylő munkát. Pusztán a füstkamrában, milyen fából, hideg füsttel, stb. Most nem mennék bele a mélyebb szakmai részbe. A lényeg az, hogy elterjedtek, és főleg ilyenkor húsvétkor a gyors gyártások. Hát ezek
ezek a sonkák hamar elfogynak, és ebből indul ki a gyártó, hogy amit néhány nap alatt elfogyaszt a fogyasztó, ott lehet egy silányabb minőség is, tisztelt a kivétel. Igen, mert ugye a füstölés maga az nem csak az ízt adja, az a tartósítás is, tehát hogy a sonka hosszú ideig jó, a gyors érlelésű, így mondják, ugye az nem lesz olyan sokáig eltartható, plusz még egy kérdés, hogy lehet, hogy olcsóbb a gyors érlelésű, viszont mit veszel? Vizet. Így van. Hát igen, nem mindenki igen, ugye azért veszi, mert hogy egész egyszerűen olcsóbb, hanem mert a drágát effektíve nem tudja megvenni. Ugye? És tudja, igen, hogy még talán tudja is, hogy rosszabbat vesz, csak nem tudja drágábbat megvenni. Ami fontos, hogy ne legyen nedves a felszíne, tehát úgy mondja a szakma, hogy nyomás nélkül nem lehet vizes a termék. Ha megnyomod a sonkát, akkor előfordul nyilván, de nyomás, megnyomás nélkül lényegében nem távozhat belőle a nedvesség. Ha valaki ilyesmit lát, akkor az vizezett termék. Nézzétek, ugye 40 napig kell, körülbelül ugye 40 napig kell sós pácliben állnia egy normális sonkának. 40 nap sok idő, nem beszél utána a füstölésről és a 20 napos szárításról, tehát több hónapos időről van szó, erre nincs minden gyártónak ideje, ereje, meg kedve, meg pénze, ezért találták ki ezt a bizonyos gyártást, ezt a futószalaggyártást, viszont ennek az az ára, hogy gyorsabban romlik, tehát ha egy technológus használja a fejét, mondom azt, hogy sajnos, akkor az injekciós ampullába nem csak páclevet fog tenni, hanem egy kevés nitritet is tesz bele, és a nitritről, amivel korábban beszéltük, hogy ez egy rákkeltő anyag bizonyos mennyiség fölött, tehát én nagyon remélem, hogy nem gyakori az ilyen technológia a világon és Magyarországon sem, de így tartósabbá tehető, hogyha valaki mikrotűs, illetve injekciós tűs technikával gyárt mondjuk ilyen sonkát, és nitrites pácsót injektál bele, akkor az még el is fog állni. Sajnos, de nem lesz egészséges. És ott van a füst aroma is, ugye, ami szintén egyfajta átvágás. Ugye? Igen, hát eddig a páclével való injektálásról beszéltem, és most jön a füst aroma. Nyilván a füst aroma is kell hozzá ahhoz, hogy a sejtek belsejébe is a füst bekerüljön. Míg ha valaki normálisan készít, rendesen készít sonkát, akkor még átjárja ugye a fizikai füst. A terméket az megint hosszú idő, az több hetes, több hónapos munka. A füst aroma beinjektálásával ez lerövidíthető, de ez megint... Ez egy sima elszám, ugye? Tulajdonképpen. Lényegében igen, ez egy aroma anyag, és ezzel nagyon sok időt lehet spórolni, mert a belső szövetekbe néhány másodperc alatt bejut. Na most az aztán be fog még diffundálni, tehát eljut a különböző szövetekhez, ami idő, de mivel megszúrják a húst, azért vizet fog engedni. Nyilván ez a bizonyos szúrás pont, ez később összeforhat idézőjebb, mert a hús ahogy dagad, főleg a víztől, ugye ez a szúrás pont ez eltűnik. Lényeg az, hogy hát vannak ilyen technikák, amik nem szerencsések, de ez inkább csak ilyenkor húsvétkor jellemző. A füstaromáról egyébként tudunk. Hát a füstaroma azért sok húsorajt van évközben is, látott, hogy igen. Ott van füstaroma, ugye azért felvágottaknál egy-egy virslinél, ami nem annyira jó minőségű, ott is ott van füstaroma, hanem mindenhol. Ugye arról tudunk például, hogy az kártékony lenne az emberi szervezetre? Nem, a füstaromáról nem tudunk, hogy rossz lenne, ez egy kondenzátum. Amiként van kemence aroma, van kovász aroma, van füstaroma, összetett aromákról van szó. Ezeknek igazán káros hatása, rákkeltő hatása nincs. Vagy legalábbis nehezen bizonyítható. Nem bizonyítható, igen. Allergén hatása felmerülhet, de a fizikai füst az sajnos károsabb, mint a füstaroma. Tehát itt például megfordul a helyzet, tehát a fizikai füstkamrában készült termékeknél az allergén hatás erősebb, mert a fizikai füstben vannak sajnos ezek a pörk anyagok, amik a füst rákkeltő anyagai. A füst aromában ezek igazán nincsenek jellemzően benne, tehát a füstaroma önmagában nem hordoz egészségre általmas anyagot, ez inkább csak egy etikai problémát jelent. Hát az EU most szabályozta is, ugye, a füstölésnek a mértékét, ami ránk nem vonatkozik, mert mi már évek óta betartjuk magyarok. De mi nálunk szigorú a rendszer, igen, így van. Igen, abszolút. Mi jók vagyunk ebben, a svéd halfüstölők viszont bezárták a kapukat. Úgyhogy ők idegeskedhetnek. Igen, amikor szigorítanak, akkor mindig valaki kiesik ezen a rostán, és csökken a gyártók száma. Tehát akkor a sonkát úgy tudjuk megnézni, hogy megfogjuk, megnyomjuk? Például, ha valaki jobb minőségét terekszik, nyilván rajta van-e a gyártó, rajta először van is nyomás nélkül. Igen, veszünk illatmintát, színmintát nézünk, tehát megnézzük a termék külsejét, és aztán megnézzük a csomagolást. A csomagoláson ne legyenek külsérelmi nyomok, ez borzasztó fontos, hogy ahol megsérült a csomagolás, ott már bekerültek a gombák, baktériumok, nyilván ez közhely, de el kell mondani, ezután pedig mennyire puha a termék, vagy mennyire száraz a termék, ez dönt, a víztartalom dönt. Valaki írja, hogy sziasztok, van, aki páclevet fecskend ez a húsba, van, aki vizet, a húsfeldolgozó üzemek is sokszor veszik a képet, sajnos, mint a cukrot. Írja nekünk egy hallgató.
Igen, előfordul az ilyen. Előadásokon én is sok mindent hallok olyan emberektől, akik gyártó műhelyben, illetve gyártó sorokon dolgoznak. Ezek egy részét talán elmerem mondani, más részét nem. Már legalábbis nem adásban. Igen, igen. Nem adásban, csak a ti füleitekbe fogom besugni. Igen, mégis csak egy kereskedelmi rádió vagyunk, ahol igen. Eleve ritka egy ilyen típusú műsor blokkot vagy műsorrészt hallani, de pont ezért vagyunk büszkék. Legyen barátod a hentes, és akkor ő tuti, hogy jót hoz. Igen, hát azért, igen. Azért régen azért, szóval most tudom, hogy ez is közhely, de régen azért más volt. Na, mert a faluba csinálta mindenki a sajátját, elvitték a Pista bácsi, az, aki megfüstölte. Hát igen, de a hentes is úgy kell ismerni, hogy ne az úgy, mert mondhatja, hogy házi, nem házi. Tehát, hogy a hentes azért, ha az utcáról bemész hozzá, és mondjuk te jóba vagy vele ismered, de neki az aranyom házi, az olyan házi, ja, persze, olyan házi, érted? Kurkumával van lekenve. És ja. Aztán szépen megvan kenve, hogy szép sárga legyen, igen. Szóval, hogy... És mit szóltok a pulykasonkához? Mert Feri nem örült neki. Tévút a pulykasonka az év többi részében javaslom, a pulyka nem állat. Nem autentikus. Jelen pillanatban nem állat, húsvétkor a bárány az állat és a sertésből készült sonka, és jöhetsz nekem bármivel, akkor is ezt fogjuk megenni. A jövő héten találkozunk, akkor mondjad az okosat, hagyjál bennünket békén ünnepelni. Szépen, Gábor! Gábor, én nézd, én falak közé szorítotok engem. Én megkossoltam ezt a gabonasonkát, én gondoltam, hogy idén húsvétkor újítunk, mondtam a Vikinek, engedd el. Engedd el a sonkát, egészségesek leszünk. Gabona gömbölt sonka helyettesítésére gabona sonka. Hát, ha ettél már szart. Gyerekek, ez körülbelül szerintem ez, ez hát, fantasztikus, figyelj. Gyerekek. Fantasztikus. Fantasztikus. Nagyon szép húsvétot kívánunk. Ez pont ugyanolyan, mint ugye a nő helyett is lehet a guminőt használni. Nem ugyanaz. Le a kalappal, hogy ezt megeszitek, Gábor. Le a kalappal. És látjátok, a kis kötőzés is van rajta, kis kötél, tehát kötőzött gabona sonkáról van szó. Azt gondolom, ez egy jó választás. Mi lesz a húsvéti asztalon nálatok ezen kívül? Nyilván friss búzacsíra, ugye, az húsvétra. Tényleg, mit tesztek húsvétkor, ez jó. Majd aztán arról is beszélünk, hogy mit reggeliztél, de nálatok mi egy húsvéti menü. Hát, meg fogtok lepődni, de igazán komolyan nem változtatunk. Tehát mi húst nem teszünk az asztalra, hanem ilyenkor tofu kerül az asztalra, diókolbász kerül az asztalra. Jani hallja már könyvelábbat a szemem. Füstölt gabonakolbászt kerül az asztalra. És előfordul, hogy mi is festünk mondjuk tojást. Ne! Szép színek vannak benne. Az elfogyasztások az már nyilván kérdéses. És hát ilyesmi. Sok zöldséget fogyasztunk. De még a festenivaló tojást is szalmolettel érted. Nagyon mentesítetted. Nagyon fontos a higiéniai állapot. Tehát igen. Világos. Mi a desszert? Mivel rúgtok ki a hámból? Tehát, hogy délután kettőkor azt mondod a párodnak, hogy édesem, ennék valami édeset. Egy kicsit rúgjunk ki hámból. Mit tesztek húsvétkor? Zappehelylisztes muffin. Házi magyarókrémmel, az méz, magyaró és egy kis kókusztejpor így készül, és lényegében egy ilyen házi muffin készül. Egy jó zappel. Na most azért kalácsot is készítünk, de inkább teljes örlésű lisztek is kerülnek hozzá, és a korábban említett kölesliszt, amarántliszt, de megmondom őszintén, inkább édesanyám szokott készíteni foszlós kalácsot. Biztos, hogy földön kívüli vagy. De egész biztos, hogy nem elvilági vagy. Teljesen biztos, hogy nem elvilági. Kérni a kedves hallgatókat, hogy vigyenek meg engem. Nem, nem fognak tudni, Gábor. És ha van olyan kedves hallgató, aki szokott ilyeneket készíteni, és esetleg tud reform kalács recepteket, ne hagyjanak engem cserben. Nagyon jó, csak a jövő héten húsvét lesz, Gábor, nyugi, engedd el, ünnepelj, hadd jöjjön az a fehér foszlós kalács. Mikor rúgták ki utoljára a hámból? Mikor volt az, hogy most nem érdekel semmi, én megeszem ezt a vega hamburgert, eszem egy sajburgert hús nélkül, bemegyek ide a nem tudom hova, és betolok valami olyat, ami ugye nem volt utoljára. Mikor volt az utolsó, amikor kicsit bedobtad a lovak közé a gyeplőt, és ettél valami nagyon durvá. Az a baj, Balázs, hogy nekem ezek nem okoznak örömet. Aha. Tehát nekem nem, tehát ne úgy képzeljétek el, hogy őszinte részvéteteket kifejezitek irántam, amikor én nem fogyasztok hamburgert, mert nem kívánom, nem ízlik. A fehér kenyér, a fehér termék nem ízlik, tehát én már ezekre rá se bírok nézni. Aha. És ezt most nem erőltetett módon mondom, mert furán hangzik, de én megkívántam az egyéb dolgokat, és fejben történt egy változás. Kivették. Tehát én most nem megjátszom azt, hogy én most nekem ezt kell mondanom, ezt mondom, hanem ezek esnek jól. Aha. Egy szelet ilyen cukrászatban elkészített kakaóvajas csokoládét akartam neki adni, de olyan minőségű, hogy tényleg azt nem tudtam rajta letolni. Ha juharszirupppal készült volna, vagy agavészirupppal, esetleg nyírfacukorral szívesen elfogadom. Na most kezdett tényleg kiúzni a gyufát. Mi volt a reggeli ma? Kérlek szépen, megmondom őszintén, hogy ezt a gabona sonkát fölvágtam szeretekre. Te pazarló, te hedonista, te! Igen. És megettem az egyik felét egy ilyen gömbölcnek, tehát most ez egy komoly dolog volt, és házi készítésű tökmagos erőkenyérrel fogyasztottam el. Erőkenyér. Ez tökmaglisztel, szezámlisztel készül otthon.
és nyilván a házi kovásztal illesztővel, stb. És ehhez zöldborsós párolt kölest, ez csak azért, mert önmagában üresnek éreztem ezt a reggelit, mert nem édes reggeli. Jó zöldborsós párolt kölest nélkül nekem se indul el a nap. A teljesen egyértelmű. Egy pici fűszerkeveréket tettem rá. Imádom el. Glutamátmentes fűszerkeveréket, úgyhogy így most úgy érzem, hogy kirúgtam a hámból. Jó, a glutamátmentes fűszerkeverék az rendben van. Tehát egy normális fűszerkeverékben ne legyen ízfokozó. Jó. Gábor, valahogy él túl a húsvétot, jó? Köszönöm, igyekszem, de ti is. Imádkozz érettünk bűnös lelkekért, jó? Gondolj rám, hogy belefulladok a sokába és a karácsonyba, de húsvétkor az ember tényleg nem tudja megállni. Én sem eszem sok szénhidrátot, meg ilyen fehér kenyereket, de húsvétkor ezt nem lehet megállni. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Minden kedden a Hungária és az Üllői sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint TV for President! TV! TV! Kakasza TV, kakasza TV! Több szólamot próbáltunk hozni. Változtam, Janit hoztam, fölé mentem. Próbáltuk betölteni a... Nagyon meg volt a kán. Szóval kicsikét így belúdbőröztél el a Bogira? Nem, szeretem. De hogy nem, nyilván nem arról van szó, hogy most Bogi Bestop szól a kocsiban, de ezt a dalt meghallom. Hát mondom, egyébként hozzáteszem, az ő Bestopja ellene sokkal hosszabb, mint az én tavalyi válogatás Kazim. Tehát, hogy, ugye? Tehát, hogy azért ott sincs, szerintem egy ilyen 16-18 dalos, két órás valami. Vannak dalok, amik úgy betalálnak. Szerintem ez egy jó dal. Ugye nézzük sorba, mik azok, amik betaláltak. Ugye ott van a hullócsillag, ugye? Ott van a hullócsillag, így van. A táradatta, ugye? Azok mind betaláltak. Azok mind. Azt figyelj, ha azt így nézel, hallgatod, csak betaláltak. Na de tessék, dalszerzőként most mit mondasz Bogiról? Kíváncsi vagyok. De nagyon. Nektem mondd a frankót. Elvinném egy rozéra. Vagy hogy? Ja, úgy, ja, hogy milyen a dal? Ja, a dal, azt nem figyeltem, de hogy így meg tudnék egy rozé fröccsöt. Ja. Figyelj, hát... Szóval szerintem is ott lesz Bogi az elmúlt két évben volt? Jövőre ott lesz? De figyelj, hát én biztos, tehát egész biztos vagyok benne, hogy ebből az egy dalból nagyon messze menő következtéseket kell levonnunk. Tehát még írni kéne a következő 20 év meghatározó alakját. Figyelj, nagyon kedves dal, én szurkolok neki egyébként, tök szimpatikus előadó. De hogy rád ne szakadjon azért. Jó, Isten, látod, remélem, hogy keresztbe áll a szemed, amikor hazudsz. Nem, én relatív nyugodt vagyok, mert azért azt gondolom, hogy még ez az egy dal, ami igazából nem veszélyezteti az én falunapokon befutott karrieremet. A két dalodat. Te szemét látod, nem két dalom van. Te rohadt dezinformátor. Milyen két dal? Más köszönöm, mindig most elfelejtem, mert ne voltam beszélni. Kívánság műsorokon, most vagy kérik tőlem a buliban most a Bonnie Emmet, vagy nem tudom mit kértem, múltkor Kólendegenget, vagy nem tudom mit kamusztál benne. Őszínen Do you remember? Megint kaszatívi gyerekek! Igen, nyilván. Viszont egyébként a múltkori koncertemen baromi büszke lettél volna rám. Minden koncertemen szerintem büszke lennél egyébként rám. Nem köptél senkit? Te szemétláda, te rohadmány. Nem, hanem egy 72-73 éves, egy három generációs asztal volt. Konkrétan a klubkoncert, ott volt egy déd nagymama, egy generációval későbbi gyerekek, még egy generációs, ugye álltak a dédunoka meg otthon aludt. Tehát, hogy konkrétan négy generációra visszavezethető a rajongás. Így van, és az utánat fellépő Zámbó Krisztiánt várták nagyon. Igen, ez a saját klubkoncertem, nem lép föl senki utánam. De a déd nagymama nem bírt fölmenni a lépcsőn. Nem tudta, hogy hova hozták. Ő még egy 8-3-as Kártágó koncertről ragadtott. Köszönöm. Nem. Elefánti bőrgé. Elefánti bőrgé. Nem, nagyon-nagyon cuki volt, nagyon jó arc volt, állítólag, tehát, hogy ő nagy kívánsága volt, hogy lejöjjenek. Úgy láttam a papán viszont, hogy ő nagyon nem akart, tehát őt bármennyire próbáltam bevonni a buliba, ő kevésbé volt a dolog iránt lelkes. Ő gyorsan ivott. Igen, de így mondom, így akkor kicsit megdagadt a keblem a dologtól, hogy azért hány generációt tudok boldoggá tenni. Ez kb. Olyan egyébként, mint hogyha mondjuk nagy mutaromat levittem volna egy Avicii-re, nem? Avicii, micsoda, ne viccelj. Avicii a legnagyobb. A
Avanci. Két éve hallottam a számot, menjünk Avanci. Kezdődik az Avanci. Ezt nyomta valaki? Avanci. Kezdődik az Avanci. Mondom, akkor menjünk. Egy jó Avancira. Egy jó Avancira, ott eljünk. Vagy olyan, hogy mondjuk Bennének egy jó Soltész Rezső, szóljon hangosan az ének. Hát szereti. Figyelj, én nem akarom traumatizálni a gyereket. Tehát, hogy nem, nőjön még egy kicsit, okosodjon, fejlődjön, nem. Miért nem lehet apucika szóljon hangosan? Egyébként minden evő. Most Daft Punkot hallgatott, nagyon tetszett neki. Na, inkább a mondani való fogta meg, vagy inkább a hangzásvilág? Képzeld, van olyan, hogy beállunk a garázsba, és mikor a Red Hot Chili Peppers CD-met hallgattam, és nem azt mondta, hogy ezt a számot még meghallgatja, nem akar kiszállni a kocsiból. Ott hagytam, meghallgattam. De világos, hogy 4 óra múlva lejöttem. Nem, már nagyon sír. 10 percről szólt, hogy elég volt, vegyem ki. De azt mondta, hogy apci, egy pillanat, most jön a kedvenc gitárszólom. Ezt még így azért, ez még apci, azt a riffet hallgass meg, az annyira jó, az a gyerek annyira tehetséges. Apci, ez még az előző dobos? Néha szól, hogy ő ezt meghallgatná. Kikötöm a kocsiból, már ugye biztonságban, és amikor akar, akkor kiszáll. És mondta, hogy neki most elég volt, és kiszállt. Tehát ő muzikálisan nagyon, nagyon érzékeny. De alapvetően ezt a szupernagy stílust egyébként nagyon kamázom, amikor valaki 70, nem tudom, 2-3 évesen lejön egy klubkoncert, és ott végig malterozza meg, nem tudom, villázza. Tiéd a testem, tiéd! Már nem fogazok, hidd el! De egyet, de... Azt irányz vele, amit akarsz, átúrva még szűz vagyok. Egy minimális tiszteletet. Kicsinállak, Tibi, kicsinállak. Elhatárolódok, tehát jelzem mindenkinek a családomban, és minden jó érzésű embernek nem vagyok. És kipaszírozom belőled. Most, igen, most hátrébb húzódok, ez nem én vagyok. Tényleg egy jó 70 éves, ha azt mondaná, hogy Tibi. Balázs, ma ez, hogy estér a tiéd. Hogy vagyok. Tudtál most ebbe az irányba engem bele... Kóstold meg a barack lekváromat. A barack lekvár nagyon olyan szívesen. Olyan vagyok, mint egy friss eperkehely. Mit mondanál? Nagyon kezdek szorongani most. De nem volt még ilyen? Mert tudom, hogy a fiatal csajok oda vannak, de egy idősebb nem? Nem volt még ilyen? Hogy egy 70 éves néni azt mondta, igen. Hogy... Jó, akkor egy 60 azt mondja, leteszem... Akkor egy 60! Leteszem az unokámmal, nézz utána. Elalszik, jöjjön át. Soha? Te nem... Hát nem. Mert én már éreztem úgy idősebb. Igen. Úgy kapod a puszit, tudod? Volt úgy, hogy éreztem, hogy ez most csak rajtam múlik. Amikor 6-szor ad puszit, és úgy fogja meg a nyakad, mint a Fekete Laci, és úgy nagyon úgy magához. Nekem volt ilyen néző. Talán az egy perc alatt. És éreztem rajta, hogy most azt mondanám, hogy figyelj, neked, te is egyedül, én is egyedül. Akkor az nem rajtam múlna. Nem soha? Menekülj, Tibi, hát most miért? Nem, csak nem tudok ebben. Nem volt szenteskedsz? Hát csak, hogy igen vagy nem? Nem volt ilyen? Ja persze, minden szerda, aggastyán szerda nálam. Hát, miről beszéltek? Micsoda? Hát, ismerek olyan 65 éves, aki még bőven. Aktív, nem élet. Miért kéne őket leírni? Nem kell. Tied. Hát Balázs, de persze, nyilván a saját korosztályban. Nem azt kérdezem, hogy neked, nem, hanem ja? Ajánlatot nem kaptál. Nem volt ilyen? Nem volt egyébként, szerintem már a 65 évesek, szerintem elég szemérmesek ez ügyben, tehát megvárják, amíg te kezdeményezel. Lehet, hogy azt várják. De egyébként, amit még ezzel el akartam fűzni viszont, hogy egy kicsiket erről eltereljem erről a fura irányról a beszélgetést, hogy amit viszont nem szeretett, ezt imádom, hogyha valaki ilyen szuper nagy, ott van a koncerteken, csápol, tehát én imádom, meg mindig oda is megyek, mindig haverkodok, legjobb arcok. De amit viszont nem szeretek, és ez egy kicsi konkrétum volt most két nappal ezelőtt, hajtok fel az M3-asra, és egy ilyen nagyon bizonytalanul egy ilyen autó, ilyen fél sávon így szorít le, kezd megölni, szorít rá a szalagkorlátra, és így nézem, hogy mi a túró van. Nagy nehezen így kifékezem, megmenekülök, túlélem, bemegyek mellé, megnézem, hogy ki volt az, és egy ilyen 60-70 éves bácsika rémülten szorítja a volánt, nem tudja, hogy melyik országon. Hidd el, hogy jobban félt, mint te. Nem tudja, hogy merre megy, mellette ül a dédnagyi, aki ordít vele, hogy tartsd a sávot, tartsd a tempót, tartsd a... És, tehát, hogy, és most utána kérdeztem ennek, hogy ilyen 60-70 év körül... De nem lehet, hogy olyan ilyék jöttek vissza Köveskáról kicsit megöregedve? Meggyűrődtek. Egy időutazásba vettek részt, és jönnek a hármason Köveskáról. Meggyűrődtek. Rossz autópályán. És utána néztem most egy picit ennek, hogy állítólag annyi az egyetlen, hogy 5 évente kell az orvosit frissíteni, és ugyanúgy marad a jogsi egy 60-70 év. Nem, most évente vagy két évente. De akkor szigorítottak most már. Az orvosit csak kell frissíteni. Az orvosit kell évente vagy két évente, neked már azt hiszem 60 vagy 70 fölött, igen, menned kell. Most mondom úgy, hogy ez rám is vonatkozzon, amikor eljön az ideje, hogy ilyen reflexvizsgálat, hát meg helyzet. Egyébként most nem mondjátok, hogy ti nem érzitek magatokon egy icipicit már, hogy változ. Tehát, hogy szépen lassan a koncentráció, hogy kicsit megosztja, eljár, nem tudom, kicsit lassabban forog az ember. Mi egyre jobbak vagyunk. Igen. Én is mindig kampányolok amellett, és aztán mindig beszélünk egy biztosítótársasággal, vagy valamelyik szóval, és elmondja, hogy nagyságrendekkel több balesetet okoznak a fiatalok. Tehát, a vakmerőséggel, mint a bizonytalansággal. A diszkobaleset, igen, tehát, hogy
fura, de statisztikailag effektíven nem ártanak sokkal többet, mint amennyit mondjuk a friss gyoksisok, a fiatalok, a diszkóból hazamenők. Pedig én is azt gondolom, hogy egyébként ezek a 70-75 éves kicsit már. Ezt magunk ellen is mondom, tehát amikor ott leszek, vegyétek el tőlem. Sokan bizonytalanok, rosszabbul reagálnak, lassabban reagálnak, illetve elkezd eltűnni a veszélyérzet. Tehát ebben az az érdekes, hogy amit te 40 évesen még ötször megnézel egy stop táblánál, hogy biztos nem jön el, ő már a stop táblát sem nézi meg, de nem azért, mert effektíve hibás, hanem mert az a veszélyérzet. 80 évesen úgy jön minden, mindegy. Hát a 75 évesen úgy mész át a Lehel piacnál, hogy meg se nézed, hogy zöld a lámpa. És egy négysávos úton simán átkrosszozol. 30 évesen még van egyfajta életösztön. Ez állítólag tompul. Tehát, hogy az egy idő után már nem annyira. A helyzetfelismerés, igen. A reflexek. Tehát azért, hogy én azt mondom, hogy nem tudom, hogy van ebben a megfrissített orvosiban egy reflexvizsgálat, mondjuk ne adj Isten, hogy mikor átvált a piros lámpa, nem tudom, kékre, akkor nyomjon meg egy gombot, bácsi. És ha mondjuk az mondjuk 2 másodperc múlva, akkor ne tessék autóba ülni. Nincs ilyen. Pedig azért nem. Nyérnek ez, egy vérnyomást, megnézik a szemedet, meg kétszer megkalapálják a térdedet, hogy rúgsz-e még előre, van-e még reflexet. És vége, én nem tudok elképzelni, mint a Forma 1-es pilotáknak egy ilyen reflex valat. Igen, és ott itt felvillan a lámpa, azt üsd meg, hát ennek kicsi a valószínűség. Na mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt, annak ellenére, hogy én majdnem ott hagytam a fogamat az M3-as bevezetőjén, nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na. Egy picike húsvét. Jó, csak muszáj egy picit visszakanyarodni, nem tudom, hogy beszéltetek-e róla. Gondolom minden évben baromi sokszor beszéltek róla, de én most tapasztaltam ezt test közelből, hogy elmentem vásárolni, mert nem azért, hogy ilyen rám tört a pánik, hanem csak egyáltalán egy ilyen normál bevásárlásra. Ne legyen valami otthon. Hát nem tudom, kenyért, csak egy pár dolog elugrottam. Tehát, és akkor tudatosult bennem az, hogy az emberek nem a húsvétra készülnek. Az emberek ilyenkor, mikor 2 napra bezár a tetyó, a világ végére készülnek. Figyelj! Tehát, hogy azt az öldöklést, egymás taposását és harcot a túlélésért, ami ment a izébe, figyelj, ez nem normális dolog. Tehát, hogy én most bementem egy kosárra, nem lehetett vele, tehát ilyen külön küzdelmek, nem lehet vele elférni, neked tolja, keresztbe áll, még az az enyém, tehát, hogy ilyen a sonkás pult fölött konkrétan olyan volt, mint hogyha a World War Z-be, tehát ebbe a zombi filmbe ott ilyen agyvelők lett, akkor és markolták, mi? Figyelj, ne, tehát egy embertelen, ti nyomtátok bevásárlás volt a ünnepek előtt? Nem. Nem pénteken, elintézed. Igen, ez ilyen szerda csütörtök, ott még nincs élethalálharc, ja. Pénteken már mérgesedik a dolog, hát ott már pici durulás van, bezárás előtt 1 nappal, az háború. Kőkemény, nem? Az és háború. Nagyon magadénak tudod érezni azt a darab sonkát, amifelé más nyúl. Hát konkrétan volt egy ilyen... Tehát most ott még volt 5000 sonka szombaton, amikor így te van. Voltál, és így nyúlsz felé, és elkezdenek veled kiabálni. Az az enyém! Mondom, mitől életem? De hogy mitől? De vizuálisan lefoglalta. Ja. Hát ránézett, tartotta a szemkontaktust, amíg oda nem ért, az az övé. De ugye egy ilyen 2 napos ünnep, tehát egy picit menjünk már ezen végig, egy ilyen 2 napos ünnepről, tehát hogy ilyenkor mitől gondolják az emberek, hogy ott fognak éhendögleni? Tehát hogy mit kell ilyenkor ennyire? Tehát hogy mi az, ami nincs, non-stop boltok vannak. Ez egy generációs félelem szerintem az idősebbeknél, amikor ők még azt tapasztalták, hogy nem volt. Tehát de most ezt komolyan mondom, tehát hogy bennünk ez már ugye nincs meg, és ott az időseknél van még egy ilyen, hogy... pizza rendelés, igen, de hogy mi már máshogy szocializálódtunk, tehát szerintem ez még ugye bennük van, második világháború, mit tudom én, azok jó, a... Jó, majd persze a száraz kenyereket rakják el most Normandiai partraszállás. 1914, az első világháború kitörés, Anschluss, második világháború. De nem tényleg, tehát amikor ugye nem volt, tehát nem csak a világháború nem volt, utána is voltak szűkös idők, és ez szerintem elindít egy ilyen régi reflexet, hogy mi van, ha megint nem lesz, vagy mi van, ha nem jut, vagy nincs elég, hát ezt mi már nem tudjuk, ugye, hogy milyen az, amikor nincs elég, vagy amikor 1 kiló kenyeret vagy lisztet be kell osztani. Meggyőződésem, hogy egy bizonyos, most nem úgy értem persze, ja. Amikor mondjuk 1 kiló cukrot van mondjuk 3 hónapra, vagy 4 hónapra. Szent meggyőződésem, hogy egy bizonyos életkor föld, ezek a reflexek még életbe lépnek, de és azért küzdesz, mert azt gondolod, hogy nem lesz. Túlélni a húsvétot. De ez mindenféle rossz indulat nélkül. Amikor mi fiatalok voltunk, ez már nagyon csúnyán hangzik, de akkor nem volt például vasárnap bolt, nem tudom, valaki emlékszik-e erre közületek. Hogyne. Nálunk vidéken legalábbis, szombaton déli 12-kor bezárt a bolt. Ahol te laktál, ott
szerda délután lehúzták a redőnyt. És csütörtökön nem volt áram. Hétfőn. Kimentetek a gémes kúthoz. Belefűröltetek vizet. Belefűröltetek a patakba. Fűröltetek egyet, azt vártád, hogy hétfőn kinyisson a szatócsból. Voltunk, de nem is kellett a bót, mert volt otthon jószág, érted? Volt tojás, volt liszt, azt kenyeret meg tudtuk csinálni. Tehát, hogy ez régen működött, ezt tudod, mióta van így? Mióta minden egyes nap lehet vásárolni. Mióta a tetyó vasárnap nyitva van, és ha bezár vasárnap véletlenül, akkor világ vége van. Na, ekkor van a pár. Igen, tehát, én ki is írtam egyiket, hogy konkrétan olyan, mint az emberek a világ vége előtt taposnák egymást, csak most bele sem merek gondolni, halkan kérdezem, hogy most ugye jól tudom, most meg egy 4 napos ilyen boltbezárás? Nem, ezt lesz. Megint nem jól tudom. Nem? Igen, jó. Most megint de pont nem tudom. De 4 napos ünnep. 4 napos ünnep nem ugyanaz azzal, hogy 4 napos boltbezárás. Igen, ritkán van 4 napos boltbezárás, a karácsony is maximum 1-2-3 nap, itt csak a május 1-e. Az, amikor egy napig nem lesz, csak volt. Ugye hát vannak, amikor ugye ezek ugye csütörtökre esnek, szemtelen módon ilyenkor odaadják a pénteket, de ez ne zavarjon össze. Szombat, vasárnap azért számolgassuk arra az egy napra, akkor nekem mennyi kenyér kell, hogy túléljem. Hát neked ismerve a táplálkozási szokásaival, kettő, hogy kitámaszt az alsó ajkadat. Jó, Balázs, adj Erzsébet vekni. Két Erzsébet kenyér az alsó ajkadban. Várnak téged a haverim a pokolba. A pokol kapujét kitárom neked. Neked egy a 4-5 kiló, és akkor tehát az a 4-5 kiló kenyér, egy két rút párizsi, úgyhogy azt egy napot ugye... Hát amit elmajszolgatsz, ugye két és fél rút. Elmajszolgatok, hogy tévézés közben. Szereted, nincs az a baj. Persze. Kedd meg vastagon, rá a parizer, az május 1-e az egyetlen munkaszüneti nap, de ott is nyitva van egy pár olyan dolog, ahol a tulaj beállhat, azt hiszem ez úgy van, ugye? Hogy ahol nem te vagy a tulajdonos, ott nem, de ahol te tulajdonos vagy, azt nyitva tarthatod, igen, tehát kisboltok, vagy valami, az nyugodtan. Az ahol alkalmazott van, azt nem állíthatod be. Tehát akkor, hát figyelj, az ítélet a te kezedben van, az élet-halál... Ja, hát figyelj, most akkor ki, az körülbelül ennyi volt, hogy az élet-halál harc az élelmiszerért egy 2 napos ünnep előtt jogosan böki-e a csőrömet. Meg látom reálisan, ahogy te egy bevásárló... De most már megint miért engem hozol ki ebből rosszul? Egy bevásárló listával így nagyon mész, ó, még egy kis zöldség, ó, még egy kis mosószer, miért na megyek, hogy harcolok egy kicsit. Miért szerinted, hogy vásárolok? Berepül a rendelés volt húsvét alatt, na őszintén. Most nem, de egyébként meg van egy olyan, ahol hajnali 2-ig tudok rendelni, és hajnali fél 2-kor bűntudat nélkül tudok betolni egy magyaros pizzát. Ó, látom, még vennem kell néhány barkaágat, amire felakasztom a kis tojásokat. Egyébként... Így van, feldíszítem a lakást, irány a virágos tej, persze, hagyjál. Egyébként a párom terrorizálta, vegyünk barkát, egyébként nem is kapott. Tehát, hogy azért, azt mondta, hogy rend és fegyelem van nevelés, de hogy de jó, ebből miért tudtál rosszul kihozni? Maximálisan nem tudom hozni, de egy kettese tudom hozni. Az értelmetlen harcot, a tapossák egymást az ember. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. A tények makacs dolgok azért, nem? Jó, megadtam. De nem azért húztam az időt, mert nincsen esetleg valami nagyon magvas ma is a tarsolyomban. Kicsit azt hittem, hiszen már 1:10, ugye nem azért, mert nincs témád. De várj! Ez a ritmus. Ez az eszmunka. Na mond. Újra a te világodba fogunk egy picikét belépni, és kérlek, kalauzolj minket. Az olvasott ember világában? Nem, a dúsgazdagok. Az olvasott ember, ami számodra egy idegen univerzum. Igen, és az ápolt frizurák és a drága felső ruházat világába. A szupergazdagok világába egy picikét betekintünk, ugyanis találtam megint egy baromságot, ugye mint minden héten kedden rendesen, találtam egy baromságot, ami picikét elgondolkodtatott. Van egy applikáció, mindjárt megnézzük, hogy a te telefonodon rajta van-e. Gazdag vagyok alkalmazás, ami most már minden okos telefonon elérhető. Mutatom neked már is, lehet, hogy nem találkoztál még vele. Aha. Az alkalmazás $1000 kerül, és egy piros egy kis gyémántocskát ábrázol, és az égvilágon nem csinál semmit. De $1000 tudod letölteni? $1000 tudod letölteni, halál komolyan, ez fönt, most nem tudom, hogy még fönt van-e, de biztos, hogy letölthető volt. $1000 a gazdagoknak, és gazdag ember szépen letölt a telefonját, és tudja mutatni, hogy nekem a gazdag vagyok alkalmazás megvan, és ez egy ilyen piros gyémántot ábrázol, ami semmit nem csinál, hogyha rápöttyintesz, akkor állítólag jó egészséget kíván. Aha, tök jó. Kicsit zenél, gondolom valami egy ilyen csing. Óriási az ötlet. Ugye? Nagyon jó. Óriási gazdag vagyok alkalmazás. Óriási. Kell. Egy kis gyémánt darab, letöltött, piros gyémánt, ott van, és mindenki, aki gazdag, $1000 megveti. Tudod, hogy ezt hányan szedték? $980 kap a fejlesztő, körülbelül, mekkora ötlet. És semmit nem kell csinálnod? Semmit, hát annyi, mondom, minden nap egyszer jó egészséget és szép napot kíván az alkalmazás gazdag tulajdonosának. De hogyha hazafele azért bepöccinted, nem? De, ez nyilván mennyi? Hát, mennyi most a dollár? 220-222? Az egy 220 ezer forint. Nagyon szép. Hát azért az jobb helyre is el tudja tenni ezen, mert nem, nyilván nem. Na, ketten, és felváltva használjuk.
Vagy akkor megveszünk egyszer az egész Morning Show-nak, és körbeadjuk. De ez Apple Store-ból elérhető? Ez most van. Nem tudom, hogy még elérhető, de elérhető volt az egész biztos, hogy lehet, hogy azóta már így levették, hogy ilyen ordas lehúzós alkalmazás. De hogy lehúzós, egyébként nem. Ez tök jó. Egy ilyen kis státusz szimbólum a telefonra? Igen, ha valaki azt akarja hirdetni, hogy figyelj, nekem van $1000 egy olyan dologra, aminek az ég egyadt a világon semmi értelme nincs, akkor törts le. Tök jó. Na, de ennek kapcsán egy picikét gondoltam, hogy vagy elkalózolok benneteket a szupergazdagok világában. Nyilván Balázs számára ez nem egy ismeretlen territórium. Nem vagyok az első százban, teljesen egyértelmű. Igen. Nem egy ismeretlen territórium, de hogy nézzük meg egy picikét, hogy ők hogyan élnek, tehát hogy amikor az abszolút indokolatlan és rohadt nagy költekezés, ez mibe tud átcsapni. Ugye induljunk el az alapvető dolgoktól, mindannyiunknál van telefon, ugye? Ez került, amennyibe került. Mutatom nektek, megtaláltam a világ egyik legdrágább telefonját. Ez egy ugyanolyan, mint mi használunk iPhone. Csak? És hát annyi csak, hogy $8 millió kerül. Az mennyi most? Egy ilyen 1,6 milliárd forintos kis telefonocska, mert valamin azért csak beszélnünk kell. Annyi az okosság benne, hogy gyakorlatilag azt hiszem, hogy ilyen vörös aranyból készült az egész telefon, vagy nem tudom, mi volt az összes ilyen fém része, és annyi, hogy a home gomb az egy rohadt nagy gyémánt. Tehát ugye, mint a hüvelykújjam, akkor a gyémánt. És ez azért, hogy mégiscsak azért tudjuk tartani a kapcsolat a családdal. Sose értettem ezt. Hát ez már nagy kép. Finom? Igen. De minek? Miért? Azért mondom neked. Ugyanaz, mint az alkalmazás. Mi, hogy jelzed, hogy neked van Dellád? Mi? Hát figyelj, hogyha megteheted, érted? Most, és azért, hogy legyen mivel foglalnod szállást, az minden este, vagy éjszakánként 15 millió forintba kerülő Genfi Hotel President Wilson Royal, nem tudom, milyen lakosztályában. Egy penthouse lakosztályában. Aha, igen. Egy 15 millerért. Azért már, hogy lehunyod a szemedet, nem? És ha mondjuk egy hónapra kérem, akkor van kedvezmény? Nem, hát akkor nem. Ez ennyi. Szóval a 15 millió dollár az egyébként csak nekünk sok pénz. Vagy 15 millió forint. 15 millió forint, most az átszámolod a 15 millió forintot, az... Most a dollárra átváltod, vagy euróra átváltod. Hát azért az akkor is. 15 miller? Tehát azért mondjuk, hogy... te egy orosz oligarha vagy egy kínai milliárdos, és ahhoz képest számolt ki, hogy mennyi 15 millió forint. Tehát az körülbelül annyi, amennyit ők egyébként egy tonna üzemanyag, amit mondjuk belerak a jachtjába. Tehát ez csak viszonyítás kérdés. Nyilván a mi szintünkön 15 millió forint. Van. De hogyan te igazán gazdag vagy, mondjuk egy orosz, nem tudom, oligarha, nem? 15 millió forint neked mondjuk két éjszakára 30 millió forint, egész egyszerűen nem pénz. Tehát tök relatív meg, minden. Hát jó, néz ki, érted? Azt nem kell fizetni. Hát most azért, hogy egy magzatpózból az oldaladra eldől volt, szunnyadjá egyet 15 te millió forintért. Nem, már nem úgy alszik. Érted? Ő belakja 15 millió forintért. Belakja, és figyelj, bár van benne. Ezért a lóvé. Van, mindjárt mutatom is, hogy egyébként mit lehet találni, mert kicsikét körbenéztem az italok táján is. Találtam kérlek szépen egy ilyen kis luxus italkát, amit szívesen elpoharazgatnánk együtt, szintén a szupergazdagok világából. Negyedik Henrik konyakja, valamilyen nagyon különleges. Annyiátok az okosság benne, hogy nem kevesebbet, mint 100 évig érlelik, mire kipalackozzák. Nem vészesen drága, mutatom a csomagolást is, ez egy ilyen palack az $2 millió kerül mindösszesen. Feri, a matek zseni, mennyi egy pohár? 2 millió dollár. Hát 400 dollár. Millió forint egy üvegitalér. Hát az a hülyének is megéri. Na jó, csak ugye itt azért nem szabad elfelejteni, nyilván teljesen totálisan értelmetlen az egész, de hogy ugye itt a külcsíny is, tehát hogy nyilván van egy hatalmas gyémánt a tetején, aranyból van maga a flakon, fehér arany, vörös arany, tehát hogy szürke arany, fekete arany, tehát az arany zöld arany, sárga arany, fekete aranyat, de most már lát. Itt nem csak az italt fizeted meg, mint egy normál jó konyaknál, ami mondjuk 60 éves, hanem megfizeted magad a kis flaskát is, nem? De azért csak beledobadsz egy ízét, valami energiaitalt, nem, hogy azért úgyis sömbe, nem? Kézzel, mennyi pénzed van, ha 2 millióért veszel ilyet? Tehát akkor már mennyi pénzed kell, hogy legyen, amikor már 2 millió dollárt nem sajnálsz egy üvegkonyakra? Egy üvegitalra. És leülünk akkor a vége, és megmondogatod. Nem, hogy egy jó beszélgetés mellé mégis ökörítszik magába, 4-5-en elpöccintünk egy ilyen 400 millió forintos italt, elpöccintünk egy ilyen 5-10 perc alatt, és még igazán olyan jó kiadósan be se rúgtunk tőle, ugye? Tehát, hogy Feri, még csak utána küldünk egy jó házit. Egy HP. Egy jó vegykút. De azért, hogy a borokat is egy picikét érintsük, itt van, mutatom csak, hogy ne az ilyen extrém irányba vigyük el. Egy jó, hogyha meg akarod nedvesíteni a torkodat, egy jó 1921-es Chateau Cheval Blanc-kal, az nem kerül kevesebb, mint 11 millió forint egy üveg bor. De és ez nem ilyen agyalágyút, ezt látjátok, ez rendesen egy palack. Bor 1921-ből 11 millió forintocskáért. Hát helyett. Ezek meg ráadásul már ez nem nagyon szokott iható lenni, tudod? Komolyan? Persze, ezt már csak így megveszed, azt kirakod a pultra. Már nem is ütött föl. Nagyon nem kis kólával nem öntött föl. VBK-nak. Okos, szerintem óriási kikered, és ott a pincér előtt két VBK-nak. Két Diet Coke-ot gyorsan így beletöltesz, azt szerintem jó.
VBK-nak felütött. De egyébként, hogyha ezt kiszámoljuk palack, vagy pohárra, az hogy néz ki? Tehát mondjuk ez legyen mondjuk ez egy literes, legyünk jó fejek. 11 millió? Hát 11 millió, az 7 deci is az az üveg. 7 deci. Szépen egy igazi profi. Gondolom, ez akkor van biztos kimérve, nem? 1 millió 571 ezer forint. Egy pohárka? Egy deci bor, igen. Hát azért, amikor úgy hörpölöd, akkor csak eszedbe jut, nem? Hogy nem? Mi jön a szegfűszeg meg a déli lejtő? Ott mindent érzel. Egy millió tér vissza. És az megvan, amikor leiszod magad ezzel, és ami nálam ugye gyakori, ráadásul ezzel az elkapottsal is meg tudom tenni, hogy leiszom magam, és így leiszod magad egy 200 ezer forintnyi zével egy ilyen kis lötyintés, és akkor tudod, hogy kijöntöttél egy használt autó árát. És a csávónak remeg a keze, amikor kihozza, vajon ha pohárban van, fincér gyerek. Azért ezt mire ledolgozod? De figyeljetek már csak egy picikét, még olyan van még rengeteg dolog, például ez, ami a Balázs számára szerintem már egy érdekesebb világ lehet. Minden napok nyilván. Hát nem, itt van például egy férfi, nem tudom, sima pár cipő 7,5 millió forintért, mert kicsikét tud kézi. De mi kígyó? Jó kézi munka. Hát nem, a jó kézi munka. Fizetél szakértelmet. 7,5 millió forintba kerül? 7,5 milliócska, itt van, mutatom nektek, egy teljesen átlagos cipő, tehát most én bemész a plázába, azt egy ilyet kikattintasz egy ilyen 3500-ért szerintem, de egy ilyenre tudnál így áldozni? Nem, soha. Nem? Soha nem érdekelne egy cipő 7 és nem, hát elvi kérdés. Nem, 1 millió és érdekelne egy cipő, hát 500 ezerért most... érdekelne egy cipő, meg 100 ezerért. De most mit álszenteskedsz? Most rajtad van egy középkategóriás ez... családi autó árai tetőtől. Aha, ez a pulóver, ez pont úgy néz ki. Igen, ez egy 3000 forintos arra pulóver. Hihetetlenül drága. Úgy néz ki, igen. De ezt te nyilvánvalóan valahonnan... Szeretném neked megmutatni a cipőmet? Tudod, mennyi volt? 7000 forint. De valószínűleg ebben valaki megmászta az Everestet. Tehát, hogy ezek a múzeumból. Nem, én rájöttem egyébként. Én mindig azt mondom, akkor szóljatok majd, ha nagy felüratú drága pólót találtok. Hozzatok egy alkoholos flitet. Nyugodtan szóljatok. Azt tudod egyébként, hogy az a legdrágább cucc, ami nem látszik, hogy drága. Ez igen, a mohair fonálból kéződik. Így van. Igen, a kínai sejemhernyó csinálta. Úgy néz ki, mintha 2005 lenne. Előbb ezt mondtam pont. De nem. Gyerekek, ízléshez nem kell pénz. Most megfogtunk. Én mindig ezt mondom. Jó ízlésed van, akkor 3000 forintból jobban fölöltözöl, mint 100 ezerből a DNG-ből. Tehát, hogy... De egy picit csak azért, mert a ti világotokban még egy picit betekintsünk, mi átlag emberek. Hogy azért ti jártatok Magyarországon most, vagy hány Michelin csillagos étterem van? Nem mondjuk, három. Rá, kivágta rá? Hát most bocs, hogy tájékozott vagyok. Bocs, hogy tele vagy. Ne haragudj, hogy tudom. Hát bocs, hogy tele vagy. Bocs, hogy mindegyik étterem az enyém, igen. Hát na, tudom, de hogy egy kicsit mesélj erről. Tehát, hogy nekem, akinek egy jó nagy szelet rántott hússal, meg egy kis vegyes körettel, meg alma paprikával ki lehet szúrni a szemét, mit tudnak ezek a helyek? Tehát, hogy itt azért egy vacsora, gondolom, az szintén nem 2500. Úgy szeretem, plusz. Hogy mindent erről az oldalról közelítesz. De ezt nem meg. Szabad, nagyon rosszan megközelíteni. Igen, nem, gyerekek, földobomat, nyomjátok, én kíváncsi vagyok, én még nem voltam. Tehát, hogy avassatok, hogy mi igen, várat rám. Igen, te az a típus vagy, igen, aki rántott húst teszel alma paprikával, így van, hagyjával, lökörít a süket lumát. És az legyen jó, jó rántott lógjon le a tájéron, és a birka pörkölt. Baj az? Kérdem én, hogy egyszerű gyerek tudtam maradni a sikerek ellenére. Egyszerű gyerek tudtam maradni, akkor a kábrió korvettem elejét. A kutya fáj, milyen egyszerű gyerek maradt. Én mindig ezt mondtam, hogy csak egészség legyen, meg kábrió. Hát egy nagyon egyszerű vidéki parazgyerek maradtam a kábrió korvettem elejét. Egy tűzpiros korvettel, de nem vagyok egyszerű. Jó, olyan és egyszerű vagyok. Medence is volt a házhoz. Egy medencés házban én olyan egyszerű gyerek maradtam. Jó egészség legyen, kábrió, meg medence. Ennyi, hát figyelj. Meséljétek kicsikét, milyenek ezek a csillagos sztorik. Érik a pénzt? Szerintem egyszer ki kell próbálni, igen. De mi az, ami más? Tehát én még tényleg nem voltam most túl a hülyeségen. Más a szerviz, más a kiszolgálás, más ízélményeket kapsz, mesélnek az ételről, előélete van. Hát erről Feri, te is tudsz azért elég sokat mondani. Szerintem egyszer nyilván nem arról szól, hogy az ember minden este itt vacsorázik, de az, hogy mekkora egyszer... rántott hús? Hatalmas, lelóg a íze, és a köröm pörkölt gyönyörű. Így néznek rád a kis praclik fölfelé, és megőrülsz. Tehát, hogy nyilván itt azért az ember egy csomó mindent megfizet, és végigeszel egy 6-7 fogásos menüt, a menü között vannak átvezet, elmondják, hogy mi hogy készül. De balett van a menü között? Nem, már igen, igen. Táncolnak a pincérek. Egyszer érdemes kipróbálni. Meg más az élmény, tehát oda nem zabálni mész, ott valami olyat kapsz, amit egyébként nem kapsz meg a világon más helyen, érted? Tehát, hogy olyan eszenciáját ételeknek, olyan ötletek vannak benne, olyan ízvilág kivitelezés, van. Olyan látvány. Úgy van felépítve az egész. Mutatom, hát, itt van egy ilyen kis aprócska sütemény, ami gondol, hogy egy Michelin csillagos étterembe is felvetődhet. Egy ilyen aprócska, ilyen kis féltenyérnyi valami kis sütike. 1,2 millió forint. Gondolom, hogy ilyesmiket is lehet akkor... De nem, nincs ilyen, hogy 1,2 millió éreszel egy Michelin csillagos étterem. Nyilván ez most nem oda, de hogy ez tényleg egy ilyen rekord, de süti, egy ilyen kis féltenyeremnyi kis sütiket látjátok, hogy még nem is gusztusos, aranyfüst veszi körbe, na, és a tetejét aranyrögökkel szórják meg. És arra ráharapsz, akkor... Aki igazán ingyenc, az ráharap. Tehát a jó kis aranyrögre.
De hogy ez ilyen azért ez nonsens. Az nem? Ez nem. Mint hogy 1 millió 2-ért kihozzák neked, és ott elszáll egy aranyfüst. És megvetted az aranyfüstöd. Ez azért nagyon-nagyon eltorzult értékítélet kell, hogy és akkor ültök ott ketten, és tetszik, hogy elszáll az aranyfüst. Próbálod nem? A rögöket arrébb kapirgálni, hogy nehogy a bal felső hatos bánja. De itt van egy utolsó, csak azért, mert szerintem a gazdagokat mindig egy nagy tévé alapján lehet egy picikét úgy megítélni, nem? Tehát minél gazdagabb vagy, annál nagyobb a tévéd. Legalábbis szerintem itthon is egyre inkább ilyen presztízs dolog a nagy tévé. Úgyhogy itt van, kérlek szépen, mutatom neked egy kültéri tévé állványon, kint áll gazdagéknál, ott a fűből jön ki állványon. Nem több, mint 154,5 millió forintocska egy ilyen 5 méter átmérőjű valami tévé, és 40 másodperc alatt tűnik el egyébként a földben. Tehát, hogy lemegy a föld alá a tévé, egy ilyen kis robotkarid lehúzza szépen. És nem mondta, hogyha megtetnéd, azért ezzel egyet nem villantaná. Milyen, ha lenne 3 milliárdod, és azt mondta, hogy tegyetek be ide egy tévét 150 millió. A medence végén, és rendezel egy kerti partit, és így följön mondjuk egy 4 méter átmérőjű kis tévé. Átjöttök meccset nézni? Nem mondd, hogy nem villantanál egyet. Kérde? A legértelmesebb még egyébként ez. A földben eltűnő tévé, nem? Ami 4 méter hosszú. Te hülye vagy? Hát én megyek haza, ásom be a saját tévemet a földbe, azt tűnik el. Annyi nem, 40 másodperc tűnik el, hanem egy 3-4 órát, ezt ketten bátyámmal elföldeljük a tévét. És ami még okosság egyébként ebben, hogy új lenyomat érzékelős, tehát a távirányítója új lenyomat érzékelős. Ez finom. Ugye? Ez jó. Tehát, hogy legalább kreatív. Nem tud akárki oda szörfölni a te csatornáidra, mert új lenyomat érzékelős gazdagéknál a földből előmászós tévé. Te irigy vagy, Tibi, én rájöttem. Kimondom, csak erről lehet szó, ezért hoztam ezt a témát, mert arról, hogy így vagyok a földből előmászós tévére, meg a 400 milliós előmászós tévére, a 400 milliós konyakra, meg az aranyfüstös sütire, hogy megpusztulok az irigységtől, de... Jogos. Hadd kérdezzem meg, hogy a már nem is annyi mindent... Készültél, nem, hoztad, illusztráltad, nincs miről beszélni. Nem kell miről beszélni. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Biztos sokan olvastok bulvárlapot is, és lehet hallani éppen a bulvárlapokban is olvasgatni, hogy kik harcolnak éppen kivel, és ugye most egy nagyon komoly cicaharc van, mert hogy Bálint Antoni és Sarka Kata éppen azt a mindenségét neki, nekünk ők csak témaindítók. Arról beszélgetnek és üzengetnek egymásnak, hogy ki átkozott meg kit, mert hogy most egy nagy cicaharc van kettő között. A két celeb ugye régóta acsarkodik egymásra, Hajdú Péter jelenlegi felesége Kata, aki halálnormális csaj, kedveljük, cuki, aranyos. Ali Frézser, Josif Adolf. Hát, csak a legnagyobbak, mi? Igen. Szóval Katát kedveljük, cuki csaj, és ugye Bálint Antoni a Hajdú exe, álnéven irogat az egyikőjük a másiknak, hozzászól a profiljához. Hát leginkább Toncsi Katának. Toncsi Katának állítólag, de nem tudjuk, hogy ebből mi az igazság. Antónia nyilván ezt tagadja, és hát azt mondják, hogy lehet, hogy itt valaki megátkozott valakit. A fekete mágia is van, itt tartozik. Ez már mindennek az alja. Hát valaki megátkozott valakit. És állítólagosan van egy módszer, ami arról szól, hogy te meg tudod nézni, hogy téged megátkoztak-e. Saját kezűleg, nem kell hozzá mester. Hogy... Csak így leülsz valahol, igen, és akkor megnézed? Hát vagy, hát attól függ, hogy kiről van szó, mert ha őről van szó, akkor nyilván itt még Kata állt a fürdőszoba tükör előtt, így néztem, és elkezdett törni a hajam vége. Jaj! Ha megátkozott ez a rohadék. Még ha nem is ezeket a szavakat rajtam van a rontás. Igen. Állítólag, ha van tojásod, akkor... Aha. Hát van. Kiderítető. Tessék? Hát azokat ne törjük fel azért. De azért, hogy... Hát nem, a Péteréről van szó, nem az enyémről. Ja. És van egy kis kávézacod, akkor Frabato el tudja mondani, hogy téged megátkoztak-e vagy sem. Miért éreztem úgy, hogy fel fog merülni Frabatónak a neve? De ő korrekt, mert ne haragudjál, bármikor fölhívtuk, mindig segített, emlékezzetek. Vissza, rontás, rátétel, levétel. Vízgáz, igen. Mindenben tud segíteni. Tojás és kávézac? Tojás és kávézat. Tehát gyakorlatilag minden magyar háztartásban meg tudjuk nézni. Hát ez mindenhol van, mindenhol. Hát tojás és kávézat. Hát. És le is tudod venni ezzel? Vagy csak ez azt mondja meg a tojás? Nem, meg, hogy van-e rajtad. Hogy van. Van, és hogyha van, akkor menjél el a Frabátóhoz és vetesd le. Ugye? Na ezt igen, már mi nem ajánljuk senkinek, illetve hát mindenki megnézni, menjen, mindenhol tudod levetetni, csak egy hely. Nyilván. Kit nézzünk?
Magunkat nézzük, hát, vagy hát csatáikat nézzük. A magadra tudsz csak nézni. Nem, állítólag bárkiét meg tudod nézni. De mi mondtázom, hogy tudjuk sarkokat, nézni, hogy most Kata rakott-e Bálint Antóniára, vagy Antónia rakott-e Katára rontás, mert a két csaj nem kedveli egymást. És ennek mi most... Aha. Hadas Kriszta és Máté Krisztina oknyomozó riporteri hozzáállással tudjuk megnézni, hogy kin van az átok. Várjál, akkor de ehhez kell fotó? Megnézzük, hogy Antónia rakott-e Katára. Mert akkor fia, akkor javaslom, fotó? Akkor legyen, nem, hát róluk egy-egy fotó. Hát a kávézat meg a tojás mellé, hogy azért be tudja azonosítani, az a nem tudom, az a másik, az a igen, az reménykedsz, a reménykedsz, hogy végre legálisan tudsz sarkakat a fotókat nézegetni? Vagy ja, mi nem kell hozzá fotókat? Illegálisan is nézegetek. Csak akkor javasoltam volna, mert akkor mit tudom én, legyen mondjuk a Toncsitól mondjuk abból a sorozatból válaszolunk, mint az egykori producer barátja készített róla, a tengerparton egy közös nyaralás során szerintem az volt a legjobb. Egy kicsit megvannak a képei. A Katáról meg legyenek azok az állítólag véletlenül előkerülő fotók, amiket a Péter készített róla egy tengerparti nyaraláson. Jó, dobjuk be ezeket. Antoni azt mondja, hogy ő egyébként nem járt Frabátónál, és nem járt Jósnál, tehát ő nem rakott rontást Katára. Uh-huh. De ez az állítás, hogy rakott, ugye? Aha. És ez kéne kideríteni. De ezt nem lehet autodidakta módon, hogy beírta a Google-ban. Ha? Rontás, szerelmi rontás. Azt mondja, hogy ő Enter. Csak... És akkor kidobta neki valahol. Hajszálat. Igen, és belopakodott a hajdújékhoz, uh-huh. és kitépett Katából két hajszálat. Vagy nem lehet, egy hogy mit tudom én. Kevért. Vagy sokat néztem mondjuk a Trónok harcát, és mondjuk egy vérmágiát alkalmazott mondjuk a Kata ellen, hogy itt mondjuk aludtak zsámában egy mitről, egy kirándulás után az belopózott, mármint a Katáig volt a kirándulás, és ki tekert belőle egy, hogy hívják, ott egy félig életképes mit tudom, kullancsot, ami benne volt a Katának a vére, és beledobta. Elégett egy öngyújtó lángjánál, vagy ilyesmi? De ez lehet, hogy ez megtörtént, nem tudom. Minden esetre az biztos, hogy Antónia járt Jósnál, de ő azt mondja, hogy nem kért rontást, és nem kért átkot senkire. Aha. Csak egy képsorozat miatt találkozott Frabátóval. És mondd el! Egy közös képs. Azt nem tudom, hogy milyen képsorozat miatt, de hogy egy fotózás miatt találkozott Frabátóval, ő ott nem kért rontást Katára. De van tojásunk és van zaccunk. Nagyon jó. Akkor nézzünk rá. Mondd el nekem, Jós, mondd el, legyél őszinte. Nem lesz Jós, még tojás. Saját műsorom a Viaszat 6-on. Na. Zavaros a kép, zavaros, nem látok tisztán. Opálos a sárgája. Hoppá, nem, sajnos azt is Horváth Éva viszi. Igen, mindenkire arra gudni fog a Toncsi. Itt a Frabátó, jó reggel, Frabátó, hello! Szervusztok, béka, vese, varjusztem, jó reggel mindenkinek. A legnagyobb. Tudtad, hogy hívni fogunk, mi érezted? Hát valahogy így keltem a reggel föl. Járt nálad az Antónia? Volt, nem egyszer, nem kétszer, de minden kétet szeretnék elosztani, rontást nem kért senkire. Aha. Tehát volt nálam, beszélgettünk pár dolog, hogy újság hozta, de ilyen, hogy rontás, ilyenek nem. De amit kevertetek, és nagyon-nagyon jók vagytok abban, hogy mesztelen képet kell rakni igazából a tojás mellé. Ez nagyon jó, burkoltátok, de nagyon jó. Igazából személy szerint a tojást és a kávézatot kevertétek, mert a kettő együtt az nem működik. Aha, tehát legegyszerűbb, ha esetleg van nálatok tojás, akkor mindenki ráírja a saját nevét a nyers tojásra a héjára. Ha ezt kéne várni egy órát, de nincs időtök rá, kiesetekben az nem számít. Szóval ráírod a nevedet, utána föltöröd. Ha az a tojás megzápul vagy megromlik, akkor rontás van rajtad. Ha nem, akkor igazából mentes vagy ezektől a dolgoktól. Döbbenet, hogy ezt még valaki benyalja, de nekem nagyon nekem ez tetszik. Ez működik. Tényleg? Tudom, személy szerint sokkal egyszerűbb, mondok egy jobbat a hallgatóknak, ma telehold van, illetve holnap reggel lesz 4 óra 20 perckor, de ha ma este egy tojást, egy nyers tojást raksz az ágyad alá, és úgymond csúnyán fogalmazok, szextet előszakolsz ki az a párodtól, miközben a tojás ott van az a ágy alatt, és másnap ezt a tojást bedobod egy folyóvízbe, akkor úgymond a következő egy hónapban a szexuális élete csak felét fog irányulni. Nem tud másfele elmenni, nem tud elmenni egy másik kicsit sok összetevős a dolog. Tehát ha tojást rakok az ágy alá, és másnap folyóba dobom, akkor az asszony csak velem szexel. Aha, de szexelnetek kell. Minden szex az kell hozzá. Aha. Szex az kell hozzá. Tehát szexelnem kell az asszonyjal. Így van. Tojással az ágy alá. Tudom, valakit már dobja is a dolgot. Hát, annyit nem én.
Ez sok meló van ebben, tojás is, ágy alá is menjek, a folyóba is vigyem azt a tojást, hát ne csinál. Engem itt nem ér az egész, de valakinek ér. Hogy tudom megnézni, hogy most van-e katárontás? Itt van nálam egy tojás. Ráírjam a tojásra, hogy Kata. Ráírod a nevét. Igen. Elég, ha ráírod a nevét. De ez Kata rendesen rá kell. Valami tollal szimbolikusan ráírod. Igen. Meg kéne rakni a fényképet, teljesen mindegy, hogy miért, tetszés szerint lehet választani, lehet olyat is, amiben lengyel van öltözve. Ki kell nyomtatni, vagy elég mondjuk egy telefonon behívni a képet az internet segítségével? Mindenféleképpen ki kéne nyomtatni. Az a következő, sétálják el a Dunához. Nem, az egy másik sztori, az a Petike sztoria, tehát az egy másik sztori, az az nem a tiétek. Igen, és utána? És utána felbontod a tojást, ha ez úgy megromlott, hogy zárt tojás, akkor nagyon komoly rontás van rajta, ha nem, akkor igazából mentesettől a dologtól, aha, akkor nincs rajta rontás. És figyelj, hogyha esetleg mondjuk ezt lerövidítem ezt az ügyet, és mondjuk megnézem a tojáson a bélyegzőt, hogy meddig jó. Friss. Van egy ilyen, egyébként nagyon komoly, most kitalálták már, applikáció. Tehát igazából veszélyes, telefonon kapsz egy SMS-t valakitől, amiben egy megfelelő szöveg van elrejtve, mit tudom, szeretlek téged, drágám, de úgy van számmisztikai összetévőben az S betű, most mondtam valami, akkor igazából egy szellemi rontást kapsz. Ez már működik. Tehát ez a New Age. De le tudod venni azt is, ugye? Egy másik applikációval. Hát az csak én. Ki más? Úristen, ekkora piáros vagy te. Atya úristen. Egy másik módszer, amit még meg tudnak otthon csinálni, ami most már megint annyira nem, ez a kávézat, amire már utaltatok. Most már ugye ez a kapszulás kávé van, tehát ez nem mindig jó, de a régi, amikor megfőztük a kávét, és maradt az adsz belőle. Ha ezt hagyod megszáradni, tehát ez a nedvesség elmúlik, vörösen ilyen sivatagi homok szerint működik, akkor szépen fölülről egyfolytában elkezded lefolyatni a kávézatot. Ha piramis mintát ölt magára, akkor nincs rajtad rontás. Ha középen egy kráter marad benne, akkor rontás van rajtad. De érdekes a kráter. És olyankor az, mit tudsz csinálni? Te hogy tudjuk levenni otthon, ha a piramisom az lyukas? Nagyon egyszerű, az a baj, hogy mindig váranat kell, tehát nem tud egyből levenni. Következő nap, amikor megcsinálod a kávézacot, akkor igazából a saját fényképedet, vagy régen ez nem volt szokás, nem volt fénykép, a saját személyes dolgodat, akár a hajszáladat, valamit a kávézac alá raksz, utána öntöd rá, és ezzel az ellentétes energiát indítod, megbontod ezt a negatív energiát. Az eszem megáll, hogy tényleg, hogy holjál már hogy tudomány. Hogy ezt még valaki benyalja. Hallod? De egyébként várjál, figyelj, hát most nagyon a trónok harcának ugye vége, én is imádom, de van a másik. Nem keveset merítesz belőle nyilván, tehát azért várjál, neked ez egy jó, hogy ha célja neked az ott alapanyag, de minden részt kielemzel, beszerzed a kellékeket, és azért abból te azért évekre meg vagy. Egyébként igaz, de akartam mondani egy másikat, a londoni rém történetek az megvan? Persze, Penny Dreadful. Na, abból merítek. Tehát abban vannak nagyon jó részek. Az nagyon jó. Nekem vannak olyan részek, ami hát van, aki a felnőtt filmekben tud a részeket kinagyítja, és mit tudom, nekem ez van meglementve, és akkor visszanézem, és megnézem újra és újra. Figyelj. Hány tollas a bagoly? 34. Figyelj, és most csak tényleg így köztünk szóval nem járt nálad véletlenül Kovács Lázár vagy Benke Laci bácsi? Nem kértek valakire rántást? Hát elmondom neked, hogy a Benke az volt. Rántást kért? Igen, rántást, és a Lázár ügyben nem szeretnék belemenni, mert ott egy másik szó volt nálam, és abban volt egy kis probléma. Igen. Igen. Most, hát ott ugye ott egy ex-barát. Ja, ott volt, igen. Igen. Na most, ha itt kipróbáljuk a tojást, ugye a sarkakat, a tojását föltöri a Balázs, és hogyha nem záp, tehát nincs rajta rontás, akkor abból még lehet rántottát csinálni? Abból lehet rántottát, de akkor működik jól az egész, és akkor nincs a műsoron rontás, ha Feri, te ezt így nyersen megeszed. Jó. Ja, az jó, olyan kis Stallone-esen, Rocky-sen. Igen, sok sztár jár egyébként hozzád, Frabátó. Igen. De 8 általánoson felül is?
Igen, igen, alatta inkább, tehát általánosból azért kevesen. De hogy azért ezeket benyalni, az valami elképesztő, de én mondjuk imádlak, nem, tudod, hogy ezek, meg. Tudom, én is imádlak. Szivárványos a képed vagy? Volt, tegnap előtt valami abszolút volt. Nem, csak kíváncsi, hogy nyilván neveket nem mondhatsz, csak hogy azért ezt még emberek benyalják. Én döbbenetes, hogy ez hogyan még belőled. Ezek a dolgok, ez a tojásos, meg a mitom, ezek létező régi ilyen commerce dolgok. De egyébként tudod, ezt sokat mondok, ez a tudatos gondolkozás, a pozitív gondolkozás, meg lehet spékelni bizonyos dolgokkal, és igazából ezért járnak hozzám. De érdekes. Egyszer én is elmegyek, kipróbálom komolyan, mert első tudom kézzelni, hogy én egy elmegy hozzád, hogy tudom, hogy először jön, és akkor így transzba esőd, és akkor már ott vagy egy tájon, ahol buzuki hangja szól, vagy ahol minden ez a farmered. Élveznéd, mert jó az iroda, koponyák vannak, meg ilyesmi. Voltam már egyszer, és nagyon bejött, nagyon metal volt. Én is ilyen transz, meg ilyenek. Tehát ez egy másik stílus. Aha. Én igazából próbálom a misztikumot megtartani, de azért egy kicsit a új korszak fele menni, hát ebből azonnak bizonyos problémák, de... Nem, ez azért van, mert féllegál szerekre gyúrsz. Igen, Robika írja, hogy hihetetlen ez a frabát, olyan, mint a Kassa Tibi, megél abból, amit csinál, ez hihetetlen. Így van, valami nagyon felúgy csinálja, de valamiért szereti. Valamiért ez a dolog mégis működik. Igen. Na jó van, vigyázz magadra, köszi, hogy beszéltünk. Köszönöm, szia. Ciao, hello. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy nálatok mi volt a legelképesztőbb dolog, amit Jósnál hallottatok. Nyilván még talán azok is elmennek néha, akik ezt csak a legintimebb közegükben vallják be, hogy elmentek, de talán nem túlzás azt állítani, hogy legalább egyszer már mindenkit vagy elcsábítottak, vagy rábeszélték, vagy kipróbálta, vagy egyszerűen csak kíváncsi volt, és elment valami félbolondhoz, és hát hallott ezt azt, amiből nyilván azóta se lett semmi, de a legnagyobb bődületes őrültséget mondták neki. Ugye, ha szerelmi csalódás után, vagy párkapcsolati trauma után, azért az ember néha odasodródik. Ő is tudja, hogy nem hisz benne, tudja, hogy valószínű hülyeséget hall, de mégis elmegy, mint egy ilyen végső kapaszkodó. Sokan járnak így. Extra profitot jósoltak, de aztán kiderült, hogy pilóta játék. Ti kihez mentetek? Hogy nézett ki? Milyen interiőr fogadott benneteket? Milyen volt az illető, mennyire volt beszámítható, mit mondott, és mi az, ami megvalósult, jó? Ki milyen elképesztő dolgot hallott már Jósnál? Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Frabatóval beszélgettünk a hírek előtt. Én még mindig össze vagyok zavarodva. Mindig olyan hatással van rám mindig, amikor beszélünk vele, annyira egy teljesen más dimenzióba. Döbbenetes, hogy ez hogy jön belőle, mintha olvasná. Tehát a teliholdkor tegyél tojást az ágyad alá, tört föl, kapd el az asszonyt, és reménykedj abba, hogy egy hónapig utána kötélnek el, kérdezze valaki, hogy ez Imány Lindát szeretném, akkor a fényképét tegyem az ágyamra, és úgy tegyem be tojást az ágy alá. Figyeljetek, én nem mondom, hogy egyébként ebben a műfajban nincsenek jó. Tehát maga az asztrológia, a karma asztrológia, azért itt van nagyon sok hasznos dolog, ami valóban használható, ami azért bizonyos tényekre, csillagmozgásokra alapszik, de számomra ez egy kicsit rejtett dolog. Tehát ez a vegyél két csirkelábat, egy kitömött macskát, vegyél két üveggolyót, egy madzagot, egy mini létrát, tedd a létra alá az üveggolyót, törj föl egy tojást, ebben kevésbé hiszek. Az, hogy vannak olyan emberek, akik ráéreznek bizonyos dolgokra, tudnak jót mondani, van valamilyen képességük, látnak, éreznek dolgokat, matematikai műveletekkel néznek. Ugye hát azért nem is szabad ebbe belekeverni az asztrológiát, mert azért az szerintem abban van tudományos alap, és azért az egy elismert dolog. Most ebben valaki hisz, valaki nem. De most itt nem szabad összekeverni a dolgokat, mi csak és kizárólag azon jósokról beszélünk, akikhez tényleg elmentél, kitömött macska fácán volt a szekrének a tetején, kaptál két tojást a kezedbe, egy döglött madarat táncolnod kellett énekelni, és közben vezetik csigavért szórtak a fejedre, és levették az átkot. De mi ezekről beszélgetünk. Vannak jók szerintem ebben a szakmában. Megütögött egy picit a kontaktívás vezetékes kristálygömböt, mert elment a férje. Igen, levette a szent Louis Padre képét, megcsókolta, majd elkezdett neked jósolni. Hát amiket látok kereskedelmi tévékben is, hát az eszem megáll, komolyan mondom. De, hogy
hogy valaki felhívja a Zsuzsát, az auralátót, meg Józsit, a pszisebészt. Ott a pszímet lehet megműtetni? Igen. És akkor érzem a pénzenergiát, és akkor Ilona az asztrál síkon utazó, tudod, olyan nevek, olyan titulusok, és valaki betelefonál, és akkor azt mondja, hogy igen, most érzem a pénzenergiát. Aha, oda. Nézem neked bele a pénztárcába, van benne 30 forint, ugye, ahogy van? Döbbenetes, hát ott az ember mit lát. Na, és ugye arról beszélgetünk, vagy azt kértük hallgatóinktól, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi volt az, amikor valami elképesztő dolgot hallottatok, meglepő volt, megdöbbentő, és aztán az egészből nem lett semmi. Nagyon sokan írják egyébként, hogy vannak olyan hallgatóink, akik jót hallottak, és valóban bevált, ezért mondom, hogy ilyen is van. De hát szerintem több a kókler. A Jósnál a szobába beérve a kezembe nyomott egy preparált macskát, majd megkért... Ő itt cirike. Majd megkért, hogy gondoljak a bajaimra, és mondjam el a cicának őket. Miközben ő zümmögött, hogy na, én erről beszélek. A preparált macskának beszmond a problémáidet. Lá, egy 20 000-esért, nem több. Csak egy 20-as fél óra. Majd a preparált macska megoldja. Azért a szituáció, amikor kezedbe egy preparált macskával, ami adott esetben egy ilyen falapra van rácsavarozva, nézel az élettelen üvegszemekbe, és akkor mondod, az a bajom, hogy a Józsi már több mint 3 hónapja nem nyúlt hozzám. Erősen nézel a szemébe, és mondja neki, és közben megmondja, és közben kére kacsingot. Ő pedig egy madárjelmezben körülötted ugrál éve. Igen. És fácánvér tesz a homlokodra. Igen, na, mi erről beszélünk. De vannak jó példák, és ez ennyi elképesztő. Öreg alföldi városi kártyajósnő volt, sose látott, nem volt közös ismerős. 19 éves lány voltam, most 50 év után is döbbenetes, előre minden megmondott. Ránézett a kártyára, azt mondta, nem közeli utazásra készülök, pár nap múlva elindultam Nyugat-Európába, azt mondta, apukám nagyon beteg, nem otthon fekszik, ez is bejött, minden úgy volt, nem kevés gyerekem lesz, és még egy életre szóló szerelmet is elmondott, és az is úgy lett. Kell lennél több? Tehát, hogy vannak azért... Nagyon jó. Ránézett a kártyára, és azt mondta, ez egy flörshöz még kevés. Igen. Én egy ismerős jogásznő ajánlása alapján jutottam el Frabátóhoz, férjemmel megromlott viszonyunk miatt. A pasi semmit nem kérdezett, rá se nézett a férjem fényképére, azt mondta, a rontás van rajtunk, 60 000 lesz. Nagyon helyes. Mert neki nem kell, de gyerekek, félreértitek. Hát miért kéne nézze a férjed fényképét? A 60 combos azért. A 60 pici rontás. De ha volt. Sikerült, és nagy rontás volt, akkor örülünk neki. Ja, de ketten voltak, ez fejénként csak egy 30. Az igaz. Igen. Éva küldte nekünk. Nekem egy hókuszpók ezüst szűrőt cserélt valahol a szívemnél. Azért az is nagyon kemény. Ezüst szűrő. Ki kell cserélni önnek az ezüst szűrőjét a szíve körül. Egy kolléganőm dolgozott nála, mint valami segéd valaki, ezért mentem csak el, hogy kicserélje az ezüst szűrőt, 8000 forintba került. Ezüst szűrőt kellett. Hát nem, mennyi 8000? 8000 forint. 8000. Nagyon jó. Az alpaka csak 6. De és megmutatja ilyenkor, hogy mit tesz be? Aha, fog egy látod az ezüst szűrőt? Hát legalább tudjam, hogy mi van a szívem körül. Egy benzinszűrőt, egy pollenszűrőt, egy olajszűrőt, és a szívednél egy ott is azon az autó szerelőnél, és utána megmutatja, hogy ezt tette ki. Igen. Opszi, nagyon jó. Sokáig nem hittem benne, míg el nem mentem. 10-ből 8 dolog beteljesült, úgyhogy csak a születési dátumot kellett megadni. Olyat is kipróbáltam, aki energia alapján mondott dolgokat, és olyan egészségi dolgot mondott meg, ami 26 évig nem tűnt fel az orvosoknak. Jó, amúgy sor üdv nektek, R. A 8-ból az egyik az volt, hogy nem ad számlát. És be is teljesült. Igen. Bunkok vagytok, halvány fogalmatok sincs, hogy mennyire működik, és igaz dolog az, amiről beszéltek. Egy kedves idős jósnéni azzal kezdte, hogy a férjemnek van egy eltitkolt gyereke, és a ballagására meg fog hívni, ez már 5 éve történt, a férjem kiborult, majdnem elváltunk, én minden év nyarán a ballagások környékén frázban vagyok, hogy mikor jön a meghívó. Hát igen. Szerintem ezzel legalább ugyanannyit lehet ártani, ha valakinek valami olyat mondasz el, amit egyébként nem tud, és azt mondta, hogy egy évben belül beteg leszel, és az fogalma nincs, dilettáns, és utána egy éven keresztül várod és bevonzod, szóval azért hát, ezzel, nagyon sokat lehet ezzel ártani. Valaki erre fogékony, hogy egy nagyon komoly lelki csomagot ráakasztasz, és adott esetben, mint ebben az esetben, leakasztasz egy komoly összeget, és egy nagyon komoly lelki csomaggal pedig megterheled akár évekre. Voltatok valaha valakinél? Én voltam Frabátónál. Hát azt meséltem nektek, egyszer elmentem oda, azért tudtam, milyen jó, hogy milyen jól néz ki a kis bűnbarlang. Nagyon menő koponyás, és akkor mondta, ez volt a személy 10 évvel ezelőtt, 2 éven belül amerikai utazás. Mondta neked? És munka is.
mondtam, hogy két baj van Farabától, az egyik, hogy nem megyek, tehát hogy így nagyon látszik, de az még hagyján, mondom, nyelvi korlátaim lesznek az országban. Neked az ott nem kell. De miért nem mentél rá hozzá? Farabátóhoz? Kíváncsi az ember a jövőre. De jó. Úgyhogy ilyen volt, ezeket mondtam. Elmentél Frávától. Hát a legnagyobbat kellett választani. De várja, Feri, nem rosszul emlékszel, és nem azt mondta. Számot azért nem azt mondta, hogy szívesen. Van jobb. Hogy van, sok, van jó. Sok munkát látok neked, Feri, és nekem pedig ebből egy amerikai utazást. Vagy lehet, hogy ezt mondta, csak félreértettem. De a legszebb ez volt az, hogy amerikai meló. Az amerikai út gondolhatott valószínűleg, úgyhogy ez volt. És bejött valami? De nem, de hogy jött be, mi jött volna be, hát itt ülök most is, hála Istennek, de nem volt ilyen rántást, nem kellett levenni, vagy jóslást, vagy mi az rontást, úgyhogy ennyi. Érdekelne, hogy azért, tehát milyen téves kódolás alapján jutottál el, mert imádjuk, szeretjük, azért ott valami mehetsz. Nagy lelki, ott valami csak nagy lelkibásra kellett, hogy legyen, hogy te elmentél Frabátóhoz. Nagyon jó, nagyon jó. Mindent megoldott. Hát látom, milyen hosszú nagyja, és gyümölcsöző amerikai utat lett belőle egyébként, igen. Te voltál valahol ilyennél? Nem. Soha? Nem. Azt mondtad, hogy voltál Farabától. Egyszer voltunk forgatni, nagyon bejött a azt hely, tudom. Tényleg. De valahol félrevonultatok azért 10 perc, és mutogattad a tenyeredet. Az szenzációs ugyan. Volt, tehát hogy ez nagyon működ, a hely az nekem nagyon tetszik, tehát hogy van tényleg óriási hangulat, van az egésznek bemész, és akkor ó, és ez a sötétség, és micsoda hangulat, és micsoda féle, ez is kell hozzá. Nem, csak hátralékom volt, és az elmű lekapcsolt. Hát igen, érdekes. Érdekes dolgokat tapasztal azért az ember. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Jó, Feri, jó. Mondd el nekünk teljesen őszintén, és most látom az arcodat. Készülsz-e valamivel holnap? Nem. Kell-e mondanunk a családnak, hogy figyeljetek egy órával, később gyertek ki a reptére, mert ott van a mi Pajkos Ferencünk, akiket mi nagyon csúnyán megtréfáltunk, és ráhívtuk a NAV-ot. És ne gyertek mondjuk kettőre, amikor leszáll a gépünk, mert akkor érkezünk, hanem gyertek háromra, hiszen mi még egy 3-4 órát bent fogunk molyolni Feri bosszúja miatt. Mondhatom-e a gyerekemnek, hogy valami szörnyű dolog történik, és ne félj, nem bántják apát? Ezt nem mondhatod. Mert kettőkor ott lesznek a reptéren, tehát ezt nem mondhatod? Ezt nem mond neki, hogy nem basszus. Bántják apát. Mert hogy érted, tehát az, hazugság lenne azt mondani, hogy nem bántják. És azt sem mondhatod, hogy holnap, mert ez holnap után van, pénteken holnap van után. A tillandolás. Igen, megpróbáltál a közszezavarni. Azt, hogy holnap kettőkor szállunk a reptére. Ma este de még a tévében voltak, holnap már itt vagyok, hogy csinálják? Nem hogy lesz csinálják? Semmi. A Concorde-dal repülne. Nem lesz semmi, kiszúrtunk veled. Sokat mondtuk azt az ominózus kairói járatot, így indult az egész egyébként az afrikai kitelepülésünk, hogy a kairói járatról beszélgettünk, és hát sokszor mondtuk, hogy te ugye péntek, nem is péntek, ez szombaton landolsz. És hát a komplett NAV kivonult, és Schuller Attila is megérkezett, átnézték a csomagodat, testüreg, motozás, minden volt. Nyilván egy csomó dologról beszélhettél, egy csomó dolgot azóta szeretnél a lelkedben mélyen eltemetni, hogy ez egyébként nem történt meg. És kérdezem én, hogy lesz-e bosszú? Nem lesz. Számíthatunk-e valami? Nem lesz, nem gyerekek. Lesz. Hát én korrekt csávó vagyok. Nem a, vagyok de ez a, jó. Nem arról vagyok híres, hogy bosszút állok egy ilyen dologért. De kétszer tudod, az már nem olyan. Már másodszor fölülni, ennyi. És már egy hullám, amit még egyszer meglovolunk. Igen, pont ugyanez. Pont ugyanez. Lesz. Nem lesz semmi. De pont erről el. Beszélgettünk Janival tegnap, képzeld, de mentünk ki még dolgozni, és 20 percig azt fejtegettük, hogy lesz-e vagy nem, és abban bíztunk, hogy nem. Mert nagyon, mert a két, és azt beszéltük, hogy két hét után persze, akkor még az ember könnyen pakolja ki a csomagjait két hét után, még nem rohan a tranzitba, de 6 hét után mi már rohanunk majd a tranzitba, hiszen ott lesz a családunk. Így van, de és van hosszított, vagy nem? Van hosszított eljárás is a vámvizsgálatnál, ezt ne felejtjétek el, én rövidben voltam benne, de nem lesz semmi. Én megfogadtam, amikor mondtad, hogy ez nem vicces így másodjára, meg egyébként is gondoljak bele, nem lehetek egy ilyen szívtelen állat, hogy 6 hét után a fiadat akarod megölelni, és a feleségedet, és még egy óráig ott bent tartanak, úgyhogy nem csinálok semmi ilyet. De azért gondolkodjatok az úton, hogy lesz-e valami. Én már mindent vizionáltam, hogy eljátsza a komplett elrablásunkat, és leszállunk a reptéren, nyílik egy fehér furgonnak az ajtaja, és egyszer csak kilép elő belőle 3 ember, beraknak egy furgonba, és elvisznek. És azt mondjuk, hogy hát Jani, azért kemény ez a Feri, és kiderül, hogy rohadtul nem a Feri. Igen. Jó, most és már előjöhet. Az lesz, tudod, hogy tudjuk, oké, hogy Feri, te vagy az egyik maszkos. Jaj, Feri, haj, de nagy mókamester vagy, nézd, ott van a maszkala, tudom, hogy te vagy, megcsikizem.
kicsit megsírt, és kiderül, hogy nem a Feri keze van benne. És ülünk egy tranzitba, kipét, ilyen peckelt szájjal, és azt gondoljuk, hogy mekkora mókamester ez a Feri, nem? Majd amikor oroszul hát... beszélek csak a maszk alatt, tehát csak oroszul igen. beszélek, akkor azért legyen gyanús. Mondjuk én most már percig ott azon gondolkodom, hogy olyan terel vagy sem. Nem ugye, hogy kicsit ráfűztél erre? Azt mondja, hogy nem terel. Laci, lesz valami? Látod a Ferit, ugye? Uh-huh. Feri, ki van nekünk adva, ugye Skype-on keresztül egy hatalmas tévén, látjuk itt a szobában az ő arcát. Tehát olyan, mintha itt ülne a harmadik helyen, csak ugye tévén látjuk mondjuk a hallgatóknak, mert sokan kérdezik egyébként, hogy van a kapcsolat, és ő is egy monitoron keresztül lát minket, tehát mi elég nagyban látjuk az ő gesztusait. Ha most így én megkérdezem, hogy Feri, lesz valami pénteken, délután, 2-kor, mikor landolunk a reptéren? Teljesen őszintén tudom neked mondani, most bele is nézek igen. a kamerába. Igen, belenézek a kamerába, igen. Hogy nem lesz. Hát... Ez fa-pa-fa volt, nem mondhat semmit. Nem gyerekek. Nyúltam az orromhoz, nem nyúltam az orromhoz. Csekkold át a családot, Jani, csak mondom, csekkold át a családot, egy, jó, hogy egy nem órával biztos, később igen, nem biztos, hogy ki kell jönniük, igen, szerintem. Nem biztos, hogy ezt, igen, nem, nem biztos, akarom, hogy azt lássák, amit Feri szervez nekünk. Igen, ez nem biztos, hogy végig gyertek nyugodtan, hát mindenki vár benneteket, a család, az ország, még itt állítólag a stúdióban is egy páran, Anna is jelezte, hogy készül hétfő reggelre, úgyhogy gyertek, én nem akarok betenni nektek oda semmi kalandot. Na mindegy. Jól van. Hmm. Jó, csak ezt tegnap eszembe jutott, aztán erről filoztunk. Azt mondja, Feri, zárasd őket karanténba, lászköhögés. Az milyen lenne, hogy megérkeznénk, és 4 nap László kórházat még így a Feri elintézne? Csak nem volt jobb ötletem. Hát semmi, még egy 4 napra beutaltalak benneteket a László kórházba, hiszen malária nyalusak. Nem csak 3 napra, hogy hétfőn már tudjunk dolgozni. Hétfőn már tudjunk dolgozni, és a gyerek egy ilyen alufólia sátoron keresztül, vagy egy ilyen nem is tudom, műanyag sátoron keresztül integet papának, aki 4 nap igen maszkos emberek között fekszik a László kórházba, mert malária gyanús. Azt fekszünk ott, hogy közferi. Hú, ez nagyon erős volt. Na mindegy, jó, jöjjön, aminek jönnie kell. Emelt fővel. Legyetek már bátrak, hát mit hagytok becsinálva. Persze, nem is magunk miatt, hanem miattad, a bosszú miatt. Tudod, hát, tudod, hogyha ez a dolog folytatódik, azt mi úgy fogjuk értékelni, hogy újra elástad, illetve pontosabban kiástad az elásott csatabárdot, hiszen mi a te navos vizsgálatod után elástuk a csatabárdot. Tényleg? Már nagyon fogunk aggódni, érted? Megszivattok, te ásod el a csatabárdot? Hát menjetek már a francba! Így van. Feri, az na. Részünkről egy békülés volt. Spongyált rá, nem haragszunk. Oké, Feri, nem haragszunk, kivizsgált a nap, ássuk el a csatabádot, de most előásni ezt a csatabádot nagyon nem szép dolog. Már nem haragszunk, hogy ahelyett, hogy pihentünk volna, mindenfélét szerveztünk neked. Mennyi melód lehetett benned, de tényleg. Abszolút elmúlt a harag, hogy Schuller Attilával kellett egyeztettünk, hogy menjen keretére. Emiatt mi már nem haragszunk, már elástuk a csatabádot, de ha pénteken 2-kor kiásod a csatabádot, nagyon mérgesek leszünk, és akkor hétfőre újabb tréfát fogunk tervezni. Nem hagyjuk bosszú nélkül a kiásod csatabádot. Szerintem pénteken lesz 1-1, csak mondom, tehát hogy ott az elásási pont. Ez igaz. Ugye? Tehát pénteken a bosszúddal ássuk el. Igen, szerintem az a csatabárd elásása, és ha ti bármit húztok erre hétfőre, az újabb csatabárd kiásás. Na? Aha. Értem, mi történik majd. Tehát akkor mindig ugyanaz a csatabárd? Ez mindig ugyanaz a csatabárd, és az lesz a legdurább, megfejtettem, mi történik. Nyílik a busznak az ajtaja, minket betuszkolnak, ott lesznek maszkos emberek, becsukjuk, és egyébként utána elmennek, kivisznek minket valamilyen bányába, ahol majd ásatnak velünk egy gödröt, és azt hiszük, hogy a csatabárdot ássuk ki. Vagy éppen temetjük el, de nem, és kiderül, hogy nem is a Feri keze van. Aha. Benne. És honnan viszont tudjátok azt? Jól járok, mert én sokkal kisebb sírgödröt ások. És honnan tudjátok mondjam? Azt például, hogy ami Schuller Attilán keze nem ér el a ti átszállási pontotokig, hogy akár már Johannesburgban, vagy esetleg Frankfurtban megtörténik a téma. Miért gondoljátok azt, hogy ti el fogjátok érni a budapesti gépet egyáltalán, és például nem kell dekkolnotok egy másik gép érkezéséig az egyik átszálló állomáson? Atya Isten, totál rácsúsztam erre a sztorira. Most ott vagyok már, egyébként valamelyik európai reptéren, nem tudom hova érkezünk, hogy na? Ott jönnek meg az állarcos emberek. És elmész WC-re, hova mész, Jani? Ne te, ne keveredjen, mindjárt otthon vagyunk, nyugi bali, még van 20 percünk, pössentek egyet, elmész, és 3 maszkos csávó kirángat a WC-ből, és elvisz Münchenbe a repülőtérről. Nem, téged viszel. De miért engem vigyenek el téged? Téged visznek el a terminálról, én meg visszajövök, és így... Sem így vagyok sehol, és ott a kis beszállok kártyáddal. Igen. A nadrágomba, és jövök vissza, és így sehol nem igen, vagy. És annyira megijedsz, hogy felszállsz egy bukaresti járatra, és nem veszik észre a beszállókártyádat, és felengednek, leszállsz Bukarestbe. Én eltűnök Münchenbe, te pedig landolsz Bukarestbe, mert
mert a Feri egy kicsit tréfálkozott, és nem érünk haza még 4 napig. Tudom, és mondjuk az nem vicces például, hogy Johannesburgban az egyik ötöket úgy viszik el egy olyan ember, aki semmi más nyelvet nem beszél, mint az afrikánzt vagy egy helyi dialektust. És te nem tudsz vele angolul beszélni, Balázs? Szerinted ez nem vicces? Az milyen lenne? Figyelj, és én ott maradnék egyedül, és csak ott lennék egyedül, semmi nem lenne ott, csak ott maradna utána ez az édeskés női parfüm illat, és én meg tök magányos lennék. Engem szúrsz hátba a megszólalás végén, a hírek előtt egyszer csak beviszel egy hátas. Janinak nem lesz baja. Engem támadsz meg az egyetlen barátodat az úton, rohadt magányos leszel majd, nem tudom, a Heathrow-i reptéren, mert jövünk a londoni csatlakozással, és engem hátba támadsz a női parfüm miatt? Miért nem szoktad már meg 6 hét alatt az illatát? Női parfümöt használok, ezzel nem tudunk mit csinálni. Lehetetlen. Figyeljetek, a johannesburgi reptér egyébként nagyon kemény. Nagyon. Tehát az nem is nagyon értem, hogy néhány ember, aki jött, az hogy ért ide. Mert hogy a johannesburgi reptéren tényleg megtörténik az, amivel minket ijeszgettek. És talán ezt a Bocsi mondta el ezt a sztorit, hogy vigyázzunk a csomagokra a johannesburgi reptéren, mert hogy széthúzódik a fotocellás ajtó, és jön egy ember egy passzal a nyakába, hogy ad neki oda a csomagot, majd ő átviszi az International Terminálról a Domestic Terminálra, a helyi járatra. És ha te nem vagy rutinos, és nem ismered ezt a sztorit, akkor így a kezébe adod a bőröndödet. És viszlát hogy csomag. Mit, barátom? És ő rendőrt lefizetve egyébként a johannesburgi reptéren kisétál a bőröndöddel az ajtón, te pedig állsz a becsekkolásnál a helyi járatra, és nem érkezik meg a bőröndöd, ugyanis ezek hamis badge-el, ilyen nyakbaakasztóval lefizetve a rendőrt, gyanútlan turistákat várnak a fotocellás ajtónál, hogy majd ők átcsekoltatják a csomagodat. Erről beszéltünk, és kinyitottuk a johannesburgi reptéren. És már ott voltak az emberek. És 3 ember volt ott, aki egy ilyen passzal a nyakába mondta, hogy hova mentek? Nelspruit, intézzük a beszállást, adjátok ide a csomagokat, majd mi elvisszük így nektek. Van. De ilyen, a nagyon durva hely egyébként, és szorítod a csomagod, és mondod, nyugi, megoldom, nem kell. Azóta vigyetek veszük, a kicsit inkább. Azóta veszük komolyan bocsit. És csak mondanám, hogy hogy a johannesburgi reptéren ez a legapróbb átverés. Ahogy elindultok holnap Nelspruitból, senkiben nem bízhattok. Jaj, ne, Feri, én így is egy picit másnapos vagyok, keveset aludtam, ma még nagyon sok dolgom, ami itt fog ezen tekeredni. Nem ez kell, csak holnaptól. Kiderülne, hogy téged lefizetett, és te összejátszol a Ferivel, és te beavatott lennél, és tudnád az egészet. Az mennyire kemény lenne? Hú, szerintem vagy én lennék a beavatott. Véletlenül került elő a Ludláb torta. Feri nyomon van, inkább hagyjuk. Igen, és kiderülne, hogy 4 hete ezt szervezitek, hogy hogy lehetne úgy, hogy te is áldozata vagy az átverésnek, de egyébként minden tudsz, és te irányítod a szálakat majd ott az amsterdami repülőtéren, ahonnan érkezünk. Na mindegy. Hát jó. Szóval akkor nem ástuk el a csatabárdot, Feri. Jó? Azt hittük mi ezzel a navos vizsgálattal, igen, de nem. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.